azért sokatok segítségét, mert nem csak azt kell végig beszélnünk, hogy aminek kapcsán azonnal a felvetette, hogy az indítandó osztályfőnökök és a bent lézőre. Szép jó napot kívánok, Karszeg György parancsoljon. Szép jó reggelt kívánok én is. Uh, és akkor tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, aki most itt van velünk uh, ezen a borús délelőttön. És akkor elkezdem, illetve talán jobb úgy mondani, hogy folytatom, amit a múltkor abba hagytam, abba hagytunk a szofoklész szövegekkel való foglalkozást. És eljutottunk, hát hogy mondjam, egy, 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 egy sztár drámához, az Oidipus királyhoz. Az oly típus király, amely, amelynek a, a, a jelentőségét azt nem, nem lehet túlbecsülni, azt gondolom. Ha csak belegondolunk abba, hogy amit itt megpróbálok most mutatni önöknek, ez Vicenza. 1585-ben vagyunk, Palladio akkor sztár építésze megépítette a Olimpikot. Azért, hogy Szophoklész oidikus királyát ott be lehessen mutatni, most ez picit bombasztikusan hangzik, de a legszelidebb értelmezés szerint is, hogy a színház avatása az Oidipus királlyal történt hogy a Vincenzo Scamozzi megálmodta, és általa befejezett díszlet, amely, ha lehet majd számolni, a hét kapujú tébajt mutatja, vagyis az Oedipus király helyszínét. Ez ma is, itt, ma is így van, tehát nem véletlenül választottam ezt a ezt a képet éppen. Uh, itt utoljára most, október 25-én a uh, Fischer Iván vezetésével a Fesztivál Zenekar uh, lépett fel a 2018-ban uh, Fischer Iván által uh, alapított Vicenzai Vinc Opera Fesztivál uh, előadásaként. Ez az épület, ez mára már nyugodtan mondható, hogy mítikussá vált a színházat kedvelők körében. Egyetlen kikötés van, aki ide be akar költözni előadás megcsinálás céljával, hogy ezt a díszletet nem lehet megváltoztatni. Vagyis itt opera előadástól kezdve prózai színházig mindenféle volt az elmúlt évszázadok során, de ez az épület és ez a színpadkép, ez őrzi. Szofoklész Oidipus királyának emlékét, örök időkre remélhetőleg, és jelképes Tényleg az, hogy 1585-ben ezzel az előadással született újjá Európában a, a görög színház. Utoljára Szeneka, talán, talán éppen Szeneka, Ödipus Rex című drámáját játszották Rómában az időszámításunk szerinti 50 körül, tehát kis, 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 kis tévedés meghagyva. 1500 év Csipkerózsika állom után itt élet újra, új, újra a görög tragédia, és éppen az Ödipus királyjal. Hogy miért az Ödipus király? Az, és mai, mind a mai napig, mind a mai napig a, az Oidipus király az egyik legtöbbet játszott dráma, a görög tragédia Európa szerte, a, és, 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 a legkülönbözőbb értelmezései a, voltak és, és, vannak, hogy, hogy miért a, azt már Arisztotelésznél megtaláljuk a poétikában. Arisztotelész a, 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 a Olytipusz királyjal példáulzik, amikor a tökéletes tragédiáról akar beszélni, és három szempontból is annak tartja. Ez azért sok, szóval, hogy ennyire, ennyire elismerje Arisztotelész valakinek a, a, a nagyszerűségét. Hát először is azt mondja, hogy itt valósul meg leginkább az, hogy megtapasztaljuk a saját bőrünkön, lelkünkben érezhetjük, hogy valakinek a sorsa a jóból a rosszba fordul, amely ezután végig mindvégig a részvét és a félelem kettősével kísér minket a cselekmény követésekor és tökéletes a, a tragédia azért is mondja arisztotelész mert itt valósul meg az a harmónia amelynek egy jó drámában ott kell lennie vagyis a felismerések és a fordulatok egymásból következő és egymásra építő láncolatából épül fel a cselekmény, amely, hát különböző elemzések vannak erre, de öt vagy hat epeisodiont vagyis jelenetet, vagyis összecsapást tartalmazó jelenetet tartalmaz, ami, ami, ami sok ami sok, és, és, és nagyon és ettől, ettől olyan nagyon-nagyon olyan izgalmassá is válik. Hát gondoljuk meg, hogy a, mondjuk a perzsák, Ice perzsákja, vagy a leláncolt Prometheus két, azaz két epizóddal, epizódionnal ékes, és, és azok se unalmasak, hát akkor az öt vagy hat epizódionos, Olydipusz királyra gondolunk, akkor ott itt nyilvánvalóan csak kapkodjuk a fejünket, hogy állandóan jönnek, mennek a szereplők. És valóban így van, tehát amikor, amikor elemezni fogjuk a, a, a dráma szövegét, akkor látni fogjuk, hogy mennyire, mennyire zaklatott, mennyire változatos és mennyire izgalmas fordulatok és felismerések fogják egymást követni itt. De mindenek előtt arról kellene, arról kellene beszélni, hogy egyáltalán milyen műfajú ő. Tragédi. milyen műfő drámával van dolgunk az Oidipus király esetében. Persze most bocsánatot kell rögtön kérnem, elfelejtettem egy alapkértést föltenni, de azt gondolom, hogy ez, ez azért, ez azért föltételezhető, hogy, hogy megvan, hogy a maga a mitosz, illetve a a, 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 a dráma története. Csak nagyon-nagyon röviden adott egy király, Hébai jó uralkodója, Akinek meg kell oldalnia egy borzasztó élethelyzetet, járvány tört ki a városban, és a jó uralkodó mindent elkövet azért, hogy ennek a járványnak a végére járjon, az okait feltárja, és a gyógymódot is megtalálja. És különböző fordulatok és felismerések után arra kell rájönnie, arra ébreszti rá a világ és a sors, hogy az egésznek ő volt az oka, és ezért, ezért meg is bünteti magát, megvakítja magát, és, és, és és ezzel vége a, 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 történetnek. Igyekeztem lehetőleg annyira titokzatosan megfogalmazni a, a, a történetet, hogy, 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 hogy maradjon a, az elemzésünkre is megfelelő számú meglepetés majd, mert, mert Sophocles nagyon sok meglepetést tartogat, azt hiszem, ebben az egyébként oly sokszor elemzett és oly sokszor színpadra, meg filmre, meg különböző művészeti ágakban megjelenített történetre. Tehát először azt kell megnézni, hogy, 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 hogy milyen műfajról van szó. Ha most rajzolni tudnék egy táblára, amit, amit, amit most nem tudunk megtenni, meg elhalasztom ezt majd a személyes találkozásra, de azért, ha, mind, ha, ha kiki egy fehér lapot vesz maga elé, akkor csak azt kérném, hogy egy rajzoljon valahova, középre egy nagy fekete pöttyöt. Utána húzzon ebből a, a pöttyből balra egy hosszú egyenest, meg jobbra egy hosszú egyenest, nem tudom, megvan-e, nem, nem látjuk egymást, tehát nem tudom, de nagyon remélem, tehát középen egy pötty, balra egy hosszú egyenes, aminek a végére egy nyílvéget lehet, nyil, lehet tenni, és jobbra is egy ugyanilyen, és ott is egy. Majd a bal, a jobb irányba menő egyenesnél, körülbelül olyan mondjuk 3-4 centire egy függőleges vonallal jelöljük meg ezt az egyenest, és öt, öt ilyen jelölést végezünk el jobbra. Ha ez megvan, az már nagyon jó, és akkor ugyanezt végezzük el balra. Ha ez megvan, remélem sikerült, akkor egy gyönyörű, szép ábrát kap mindenki, és azt kell mondanom, hogy hát mehetünk haza. Vagyis itt befejezhetjük az Oidipusz Megtörtént az Oidipusz király elemzése. Az Oidipusz király dramaturgiai elemzés, az Oidipusz király felépítésének, a tökéletes drámának, ahogy ezt Arisztotelész nevezte elemzése. Mert hogyha az első vonást balra, jobbra menőben összekötjük egy fél körrel, fél körrel összekötjük. Majd a második, ugye ezt és visszafelé is, és így tovább, és így tovább, akkor megkapjuk a történet, a cselekmény, az, a Szofoklészi Oidipus király cselekményének pontos leírását. Vagyis ez azt jelenti, hogy a jobbra menő egyenesen, hogyha egyet, az első vonást nézzük, ez, az, ez a prologosz. Ebben történik valami, ekkor ülünk a színházban, és a jelen cselekményt követjük, vagyis ez a valós idő a történet, a cselekmény előrehaladásának ideje, amelyet élőben követhetünk, ahogy a színházban ülünk. Igen ám, de miről szól ez a történet, az első jelenet, vagyis a prologosz, hogy valami történt Hébályban, hogy valami baj van, vagyis most, itt és most, a legközelebb eső múltban, a jelenünkhöz legközelebb eső, de nagyon fontos múltban, ez és ez történt, erről majd fogunk beszélni. És ahogy megyünk előre a következő vonásnál, ha azt köztük össze a második, vissza balra eső, egyenes második vonalával, akkor már egy picit visszaléptünk a múltba. A bal oldalon, ahogy a jobb oldalon, a másodiknál pedig az időben, a jelen időben, az előadást jelen idejében és a történet jelen idejében megyünk előre. És így tovább, és így tovább. Vagyis ez azt jelenti, hogy ahogy megyünk előre a cselekménnyel, úgy minden jelenettel egyre visszább, egyre hátrább lépünk a múltba, egyre, hátrá, egyre régebbi történéteket és történéseket fogunk felfedni, fogunk megismerni. Ezt hívják úgy, nyilván közben már sokan erre rájöttek, ez a krimi dramaturgia. Ez egy nyomozás. Az Oedipus király egy nyomozás története. Ahogy, hát mert mi a helyzet? Majd megjön az jóslat, az ítélet mondhatni, Delfolyból, hogy baj van, Tébályban a járvány oka, hogy egy gyilkost kell megtalálni. Vagyis el kell kezdeni nyomozni. És egy nyomozás lesz Oedipus feladata. Nyomozni fog, és ahogy egyre jobban halad előre a nyomozásban, úgy egyre régebbi pillanatokat, életpillanatokat fog megismerni. A járvány kitörését, a járvány keletkezését, aztán vissza Lájosz megölése, aztán utána az ezt megelőző események. És végül, amikor a cselekmény végére érünk majd, akkor vagyis a leleplezésnél, a gyilkos megtalálásánál, amely gyilkos nem más, mint maga Oitypus, akkor jutunk el a bal részen a legutolsó pontig, miként a jobb oldalon is. Ezeket, ha összekötöttük, már kifutunk szerintem a papírból a félkörökkel, de remélem sikerült, akkor ez a halál, vagyis a megsemmisülés, a leleplezés egybeesik a legrégibb időpillanattal, vagyis a születéssel. Ez a krimi dramaturgia tehát, amely minden kriminél mind a mai napig természetesen így kell csinálni, hát tessék egy kalambóra gondolni, a legegyszerűbben, hogy, 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 hogy így, így zajlik, vagy egy Agatha ez természetesen megvan. Ez az, amit Sophocles az Oidipus királyban tökéletesen megcsinál. Hiszen itt is van egy gyilkos, van egy gyilkossági történet, vagyis a gyilkosságig vezető út és az azóta Bujkáló gyilkos teleplezése, Van gyilkos, van nyomozó, és az már csak habatortán, hogy a végére, mint oly sok nem nagyon jó hímnél kiderül, a nyomozó és a gyilkos személye az egybe fog esni. És ha megvan, ez a felépítés, ez a dramaturgiai váz, akkor azt is tudjuk, hogy Sophocles miről akar beszélni. Sophocles arról akar beszélni, hogy valaki keresi önmagát, hiszen akit Oedipus meg fog találni ennek a kérlelhetetlen és következetesen, megalkuvás nélkül végigvitt ő, nyomozás során, az önmaga lesz. És amikor az Oedipus nevet akarjuk megfejteni, vagyis meg akarjuk érteni, hogy hogy hogy, 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 Szofoklész kiről beszél, akkor a múltkor az Antigoné kapcsán már nagyon röviden elmondtam, és elnézést kérek azoktól, akik ezt már hallották, de mindenképpen ezt nagyon tudatosítanunk kell benne, bennünk, hogy, hogy az Oidipus király az emberről szól. Az ember központú világról, világképről szól, ami egy óriási változás az ötödik század időszámításunk előtt 5. század 20-as éveinek közepén járunk ekkor. Egy filozófus, Protagoras mondja ki, hogy mindennek mértéke az ember. Ez egy nagyon nagy újdonság. Ahhoz képest, hogy az Olimposi istenek állnak mindennek középpontjában mind mostanáig, most mi történik? Egyszer csak jön valaki, Jön egy filozófus, és jönnek a gondolkodók, jönnek azok a művészek, akik a kornak ezt a, a, a hihetetlenül fontos felfedezését közkincsé teszik, illetve beépítik alkotásaikba, műveikbe, hogy emberközpontú világról kezdenek el beszélni, ahol, ahol az a legfontosabb, hogy ki vagyok én. Ha megismerem, azt, hogy én, hogy hol a helyem a világban, akkor talán valami egészen újat tudok csinálni. Ha megértem, hogy hol vannak a határaim, akkor azt is tudom, hogy mit kell tennem azért, hogy a szabadságomat ki tudjam vívni magamnak. Az Oedipus név az, és ezt úgy általában, mert hogy a szövegben is ez a megfejtés szerepel, dagatlábú. Persze, dagatlábú már, mint egy dagatlábú ember. Az oideos és a púzpodos láb szó, össze, szavak összetételéből. Igen ám, de Szofokóz ennél, ennél sokkal gazdagabb jelentést ad ennek a vagy talált, ennek a, 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 szónak, illetve a, 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 főszereplőjének, főhősének, tragikus hősének és a címadó szereplőnek, mert hogyha úgy választom el, hogy oid, púsz és közte egy ióta kötő hangzóval, akkor az indó-európai tudni, látni, látni, a látás igéje a vid, a szanszkrit vid, Vétti, illetve ami a latin videó lesz majd e, nyelv, nyelv történetileg teljesen szabályosan. E, ez a, az OID-púz, vagyis a tudó, a látó ember, lábbal rendelkező, e, vagyis ugyanaz lesz az eredmény. Ha így választom szét, akkor is azt az eredményt kapom, hogy ember. És a harmadik lehetőség, ahogy az összetett szót elemezni lehet, hogy egy felkiáltást fedezünk fel benne, az OI, Jaj, és a dipusz, vagyis kétlábú, vagyis jaj az ember, a jaj ember, aki szenvedésekkel és szörnyű felfedezésekkel magára kell, hogy ismerjen. De a végén ott van az ember. De ha ez még nem lenne elég, akkor Szofoklész arra is finoman figyelmeztet minket, hogy hát hogy is kerül ez az oidipus elénk, vagyis tébájba. Úgy, hogy megfejtette a Sphinx rejtéjét, ami egy olyan hihetetlenül nehéz rejtvény volt, ezzel szórakoztatta az arra járókat ez a furcsa, furcsa lény, a, 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 a Sphinx, akinek a tevékenységét nem lehet eléggé Elemezni, mert nem lehet elég sokat, sokat emlegetni. Mert nagyon fontos, hogy amit, amit ő csinál, vagyis a Sphinx, az mindenki számára tanulságos lehet, mert a tudást kéri számon. A tudást kéri számon a, a, az, embere, a, az emberektől, akikkel találkozik, és ez a fajta tudás, amit, amit ő a, a akar, akar, megkapni az emberektől, az nem mindenkinek adatik meg. Egyébként a találós kérdése az, hát, hogy mondjam, a Tébaj határán üldögélő Sphinx, íme egy 5. századi bázaképpen látszik, félig oroszlán, félig nő testű a alakról van a szó, és itt gondolkodik Oedipus előtte üldögélve a megfelelő válaszon, hogy a, 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 a swings rejtéje azért, hát hogy mondjam, szóval nem túl jó fényt vet a tébáj lakosainak átlagos műveltségére vagy szellemi képességeire, hiszen, mint sokan úgy, úgy, úgy hangzik, hogy melyik az a lény, amelyik reggel négy lábú, napközben két lábú, este meg három lábú. Hát ezt hiszem, hogy ezt a kérdést ma egy jobb óvodában, ha fölteszik a gyerekeknek, nem sokat kell várnia a megfelelő válaszra. Na, ehhez képest tébáj lakosait már majdnem teljesen kipusztította a válaszképtelenség, mert aki nem tudja a választ, azt a Sphinx megeszi, lelöki, szóval valami módon elpusztítja. Oidipus meg oda ment, és azt mondta neki, hogy ez természetesen az ember. Tehát megint itt vagyunk az ember a megfejtés minden kérdésre az ember a válasz. Az az ember, aki, aki, aki képes mindenre képes, képes a, a világot megváltani, és az az ember, aki szofoklés szerint, mint ezt a múltkor láttuk már, rettenetesen kétarcú szörnyűségekre is képes, deinosz ez az ember, illetve a legnagyszerűbb dolgokat is meg tudja tenni. Oedipus tehát az ember, Ként, mint a legkiválóbb ember így jutott el tébájba, és így kezdett el uralkodni. Az Oedipus mítosznak nagyon fontos része az, hogy Oedipus idegen tébájban, gondolja ő, meg így tudja a, a, a környezete, mindenki, aki a, 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 a közelében van. Ha Oedipus bevándorló tébályban, akit aki azzal vívta ki helyét ebben a közösségben, hogy valami valami csodálatos dolgot csinált. Megmentette a közösséget a pusztulástól, a, a Sphinx-től. Hogy ez mikor történt? Hát, úgy nagyjából ki lehet számolni, 16 év Körülbelül 16 év, ez majd a végén, amikor a, a, a Creon-tól fogja kérni, hogy mit csináljon, a, a, hogyan gondoskodjon a gyerekeiről, ezekről a szörfszülettekről egyébként. Hogy a fiaival nem kell különösebben törődni, mondja majd Creon-nak, ne, nem kell foglalkozni. Ők férfiak, nem sokára már fölnőnek, meg már, már felnőttek lesznek, úgyhogy azt hagyjuk. E, és van kicsi, két kicsi lánya is a, fiúk egyébként Eteoklész és Polüneikész, ővelük az ősorsukkal találkoztunk az Antigonéban, ők azok, akik egymás kezétől pusztultak el, a, a két kislány, meg Antigoné és Iszméné, róluk is a, a, végén könyörögve mondja, Oidipus Creonnak, hogy róluk is Kreonnak kellene gondoskodni, hát ezt most csak zárójelben és mint egy elgondolkodt Tató szándékkal kérdezem meg, hogy hát mennyire gondoskodott Creon Oidipus két, két gyermekéről. De ezzel még nem vagyunk a történet végén, hiszen Oidipus egy jóslat, egy jóslat beteljesülése elől menekülve érkezett Tébájba. Mindezt azért merem elmondani, így, mert mindez a cselekmény, a színpadi cselekmény előzménye. És ez fontos, mert amikor azt, kérdez, azt a kérdést teszik föl időnként, hogy, hogy vagy talán föl is tették már önöknek, hogy mi Oidipus bűne, akkor hajlamosak vagyunk, vagy lehettünk, remélem most majd csak lehettünk, arra, hogy azt válaszoljuk, hogy megölte az apját, és feleségül vette az anyját. Tehát ez tényleg szörnyű, ezek, ezek, ezek borzasztó bűnök. Igen ám, de színházban vagyunk. Drámát kapunk, Dráma, drámai cselekményt, egy tragédiát nézünk. És a színházban a alapszabály, hogy az számít, az történik, ami előttünk, a szemünk láttára látára valósul meg. Hogyha látok egy jó királyt, egy népe által rendkívül nagy tiszteletben tartott jó, jó, királyt, aki felvirágoztatta a várost, akkor ha valaki azt mondja rá, hogy na jó, persze, de hát közben el azért ne feled, el, meg, megölte az apkát, meg, meg, feleségben, szóval borzasztó dolgokat mondnak rá, hát ezt vagy elhiszem, vagy nem. Vagyis a színpadi cselekményen kívüleső történetek, azok, a színházban szabály szerint hírek. Hírek, plegykák, terjesztett történetek, vagyis, hogyha Oidipus bűnét keressük, akkor az bizony, bármennyire is komoly munkát ró majd ránk, ezt a magában, a történetben, magában a színpadi cselekményben kell majd tetten érnünk. Oidipus ugyanis annak idején a múltban ezt majd föl is idézi. Egyébként, egyébként a, a, a Jokásztéval, vagy a feleségével, anyjával, feleségével való párbeszéde során, a jelenete során az elől a, a jóslat elől menekül, menekült annak idején, amelyet Delfolyban kapott. Delfolyban, Eh, ahol is azt mondta neki a Püthia, a, 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 a Jósnő, eh, a belfoly Apolón jósnője, eh, az előbb felét előbb idézett borzasztóságokat, hogy eh, majd a, a megölöd apádat és anyáddal fogsz hálni, és erre oly eh, típus azt mondta, hogy én ugyan nem, és ahogy a szöveg mondja, hogy attól a naptól kezdve csak a csillagok állása szerint mérte, hogy merre van Korinthoz, és soha többé, soha elhatározta, soha többé nem fog visszatérni abba a városba, ahol az anyja és az apja lakik, hiszen, hiszen őt a korintoszi királyi pár nevelte föl, egészen apró csecsemő korától kezdve, és, 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 és édes szüleinek kell, hogy tartsa őket, akként is nevelték föl. És elindult Delfolyból, hátat fordítva Korintosnak, elért egy, egy hármas keresztútig, ott minősítetetlen hangon beszélt vele. Egy egy egy, 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 szekérről egy idősebb úriember, illetve a kísérői, ezeket ő annak módja, rendje és módja szerint megölte, majd, majd ki jól végezte dolgát, folytatta útját, és ezt azért mondtam ilyen, ilyen, ilyen összefoglalóan, mert a minden, Aténi törvény szerint Oidipusnak ez a tett, te. Ez jogos önvédelem volt. Mondhatnánk, szívhatjuk a fogunkat, egy azért picit túlzott, szóval miért kell öt embert megölni azért, mert csúnyán beszéltek vele, mert azt mondták neki, hogy takarodjon az útból, mert a szekeret engedje el. De ez már csak a mérték kértése az előbb említett mérték a metron kérdés. Ebben tényleg szemrehányást tehetünk Oidipusznak, de hát vérmérséklet kérdése, ettől ő nem aludt rosszul, ez még mindig beletartozott a jogos önvédelem kategóriájába, majd eljutott tébály határáig, ott elbeszélgetett, végül, végül elpusztította ezt a, a szerencsétlen szfinxet, majd bement Tébájba, ahol, ahol megmentőként ünnepelték, és mint, a, mint ilyet megillette a királyság, a város fölötti uralom és a frissen megőzvegyült királynő keze. És ezzel minden rendben van. Tehát idáig Oedipus semmilyen, semmilyen rossz dolgot nem művelt. Persze, Azért itt csak zárójelben megjegyzem, és valaki önök közül volt, hogy kedves, és beírta valamikor jegyzetben, hogy a hübriszt, hogyha egy picit fogalmát picit részletezném. Na most, ha itt lehet valamit mondani a hübriszről, akkor, akkor azt hiszem jogos fölvetnünk, hogy Oidipus el akarta kerülni a jóslat beteljesülését. Ugye a hübrisz az az a létállapot, amikor, amikor valaki nem tudja a helyét a világban, rosszul értékeli azt, hogy mit tehet, illetve mit nem tehet meg, mint halandó ember. És hogyha tehát ez még nem bűn. Vigyázzatok, ez nagyon fontos, hogy a hybridzóige a, a görögben ezt pontosan mutatja: az ö, ö, vadulni, heveskedni, kontrollálatlanul viselkedni. De ez, de ez még nem bűn. A hibris, mint szakszó, a, a, bűnelkövetés előszobáját jelenti. Aki ebbe az állapotban, lelki állapotba kerül, az bizony hajlamos arra, hogy elkövesse a tragikus védket, a hamártiát, vagyis, vagyis a, a, tragikus vétek az, az a hübrisz től függ. Na most Oedipus hübrisze lehet azt mondani, hogy szembeszállt, azt gondolta magáról, ez a nagy képűség, nem azt gondolni hogy az Istenek jóslatánál, én okosabb vagyok, én jobbat csinálok, én jobb vagyok. Ezt lehet annak nevezni. Én azt gondolom, hogy még azt tartozhatna ide, és hogyha Oedipus bűnei között kutakodunk, már a cselekményen kívüli bűnei között, én azt hiszem, hogyha ha azt azért szemére lehet vetni szegénynek, hogy ha egy ilyen jóslatot kap, 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 valaki, hogy megölöd az apádat, feleségül az anyádat, hogyha ettől kezdve egy picit odafigyelne, amikor vagy gyilkolnia kell, vagy nősülnie. Szóval igazán tényleg mindenkit megölhet, aki őt megsérti, bántja, vagy egyéb okokból. Egy kategóriára azért úgy jobb lett volna tekintett valami, valami óvatosságot. Szóval ami úgy akár az apám is lehetne, korosztályt, úgy én, én kihagytam volna. És ugyanez vonatkozik a nősülésre. 15-től 90-ig bárkit vegye feleségül, mindent csinál. É, azért, hogyha, szóval ez a jogászté, na mindegy, é, értik, szóval, hogy akár anyám is lehetne, csak óvatosságban, nem, nem azért, mint hogyha halvalóra válhatna, mert hiszen ő tudta, hogy Korintoszban vannak a szülei, de azért az ördög nem alszik, meg mit tudom én ez a jós, de hát, ha mégis ve, Szóval, na jó, de ezt csak zárójelben mondtam, mert Oidi mindezt megtette, és még egyszer mondom, a legnagyobb jó indulattal tette, vagy annak tudatában, hogy ezzel semmi probléma nem lehet, és elkezdett uralkodni Tébályban, És jó uralkodó volt. Ez most már lassan megérkezünk a, a, a szövegünkhöz, szerencsére, vagyis a színpadi jelenbe, mert sok-sok évi uralkodás után a, a kitör járvány. Vagyis pusztító, dögvész csap le tébájra. A, a zofoklész tragédia bemutatásának dátuma bizonytalan. 430 és 425 közé teszik, ami sok. Tehát 5 év, év, hogy ennyire bizonytalan. Sajnos nem tudjuk pontosabban, meg ha nekem van ötletem rá, de ebben most nem fog belemenni a részletekbe, csak a, a, a tólig. Ott akarom mondani, hogy Aténban a Peloponneszosi háború kezdete, kezdetétől kezdetekor, vagyis 431-430-ban kitört a járvány. Tehát ez egy történeti esemény. Én nem vagyok egészen meggyőződve arról, hogy konkrét, direkt átvitele a színre, de nagyon sokan így gondolják, és hát lehet, lehet. Miért ne, hogy az éppen aktuális, járvány, az igenis beszűrődik, bejön, megjelenik Szofoklés színpadán, és, és, hogy ez lenne, ez lenne a járvány. Az aténi járvány, az ott van a tébai kép járvány hatásában, a kétségbe esett nép, amely Szofoklész tragédiában Oidipuszhoz könyörög, hogy segítsen a városon, mentse meg a várost, ahogy annak idején megmentette a Sphinx csapásaitól is. Ehhez még annyit csak, hogy, hogy ez az a járvány szörnyű, Dökvész Aténben, most a, a történelmi Aténről beszélünk, amelynek során még 430-ban Periklész meghalt. Periklész, aki nem csak a, a, az aténi aranykor legfontosabb politikusa, de, de Szofoklész jó barátja volt, aki több Szofoklész tragédiának a karvezetője volt, értve ezt az alatt, hogy ő volt az, aki fizette a, az adott dráma el, kiállításának költségeit, ami egy nagyon nagy, nagyon nagy dolog volt. És van olyan értelme, is, hogy Szofoklész jó barátjának, Atén felvirágoztatójának, Periklésznek állít emléket az Oidipus királyban, és hogy Oidipus egyenlő Periklész. Ezzel se kell feltétlenül törődnünk, csak tudjuk, azt gondolom, hogy a háttérnek azért, azért ez is ott van. És a Oidipus a, a dögvész kitörése pillanatában, vagy néhány, néhány, néhány nappal utána, mondom, ekkor kezdődik maga az Oedipus király című tragédiánk. Kétségbe esetten nézem az órát, mert amely kegyetlenül csak-csak csak megy, csak megy, pedig még vetíteni is akartam annyi mindent. jó barátom azt mondta nekem, hogy jó volt, jó volt ez az Antigoné, de hát azért, azért ott vannak, olyan jó képek is vannak, biztos vannak vázaképek, meg mindenfélek. Most hihetetlen önfegyelemmel nem fogok visszamenni a a PowerPoint-omhoz pedig, pedig, pedig jó képeket gyűjtöttem, talán látszott ott oldalt, de nem vagyok elég ügyes hozzá, hogy, hogy csak úgy félkézről tudnám csinálni, és akkor mindig össze-vissza beszélek, miközben megpróbálom a technikát és a beszédemet összehangolni. Úgyhogy inkább most ezt hagyom, hogyha a végén lesz idő, akkor le fogom vetíteni a képeket is, mert a szöveg, most már, most már a szöveg jöjjön. Prologosz! A, a prologoszban azt látjuk, hogy egészen kivételes módon e, egy e, lépcsősor e, vezet az amúgy hagyományosnak is mondható palota e, főbejáratához. E, most itt több mindent meg kellene magyarázni ebben az elhangzott mondatban. E, a palota, mint a, a szkéné, vagyis a háttér függönyön, vagyis a a díszleten ábrázolt építmény, az a nagyon sok görög tragédiában ott van, az, a, i, ilyen, az, ilyen volt az Antigonés, de ilyen az Oidipus király is. Ez a palota bejárat azonban a, sehol sem jelzik azt, hogy a szövegben, hogy milyen, milyen módon lehet megközelíteni, vagy ott van a kapukész vége. Itt azonban a, külön hangsúly van azon, hogy lépcsők, lépcsők vezetnek oda. És amikor a tömeg a pap vezetésével Oidipuszhoz könyörög, hogy gyógyítót hívod allal, és úgy láttam, hogy, és, hogy segíts rajtunk, földemet jókészzel kormányzó Oidipusz, látod, ki mennyi idősen járult ide, oltárait hoz, mondja a 16. sorban. Vagyis azt látjuk, hogy ez az oltár, majdnem templom jellegű, ezzel a lépcsővel, a, hogy oltárnak nevezi, hogy babér ágakat hoznak, tehát mint egy áldozatot mutatnak be kinek is, hát egy majdnem istennek. Vagyis a, 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 a szofoklis egy olyan oidipusz képet állít elünk itt az a nyitó pillanatban, hogy, hogy mintha, egy, mintha, egy, istenséget hívnának elő a templomáról, és hozzá könyörögnének. Ez, 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 annyira hangsúlyos, hogy, hogy a 31. sornál rögtön azt is mondja ez a pap, Oidipuszhoz könyörögve és ismertetve a város kilátástalan, reménytelen a helyzetét, hogy, hogy, hogy pusztulnak, a, a, a lakosai, hogy az Istenekkel egynek én sem tartalak. Sem ezek a lépcsőn könyörgő gyermekek, de első vagy a férfiak közt sok kibír csapásban, stb. Vagyis, mint egy figyelmezteti Oidipust, hogy igen, ugyan itt laksz, meg igen. Ugyan nagyon klassz vagy, és nagyon mindenféle, de azért Isten csak nem vagy. Meghökkentő figyelmeztetés, vagy meghökkentő megjegyzés. Természetesen a szofoklészi művészet egyik, egyik, egyik szép, meg, szép, pillanatához értünk, amikor, amikor azt láthatjuk, hogy itt egy keretes történetről van szó. Szóval látni fogjuk ugyanezt az, az a legvégén, az exodusban, amikor az emberek utolsója lesz rongyos ruhában, megtépett ruhában, véresen, mocskosan, kiszúrt szemmel, és majd hallani fogjuk azt is, hogy milyen jelzőkkel, milyen leírást kapunk róla, vagyis az emberek legelsőjéből, a majdnem Istenből, az emberek utolsója egy majdnem senkivé fog válni a cselekmény végére. Tehát Arisztotelész nagyon jól érti, érzi ezt, hogy a jó sorsból a jó a rosszba átmenet, az bizony itt, ebben a tragédiában, a fennmaradt görög tragédiák közül a legszélsőségesebb módon fog megnyilatkozni. Bocsánat, még egy, egy, egy zárójeles, majdnem zárójeles megértést hadd mondjak. A ford fordítás, a szöveg, amit most majd én időnként idézni fog, ez nem a, a, csodálatos és klasszikus és felülmúlhatatlan Babics Ford, király fordítás, hanem a Térei Jánossal készített saját fordításunk, a, az új, a, az új király fordítás, magyarul. A, az, az, én azt régóta vallom, de nem vagyok ezzel egyedül, hogy a klasszikusok iránti tisztelet egyik legbiztosabb jele egy kultúrában, hogyha generációnként új és új fordításait készítik el. Az Oedipus király esetében hát nem, 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 volt nagyon más választásunk annak idején, mint hogy újra fordítsuk, mert Sofoklész nyelve ugyanis sokkal nyersebb, durvább, mint ahogy azt a Babics, még egyszer mondom, költőiségében felülmúlhatatlan, szép, fordítása mutatja. Babics lágyít, egyszerűen lágyít, és ez, 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 ez időnként nem olyan, amikor elemezni akarjuk a, a tragédiát, és például arra akarunk rákérdezni, hogy mi is, szó, a Oedipus bűne, akkor kifejezetten megnehezíti, majd látni fogjuk a ezt a problémát. A szövegben, hogyha lesz rá alkalom, akkor a, a, a Babics, Babicsot és a miénket, a mi fordításunkat összefogom, egymás után fogom majd majd, majd majd, olvasni, össze fogjuk vetni. Hát, ha megengednek annyi személyes vallomást, hogy, hogy Tére Jánossal, a, aki, akinek a veszteségét a mai napig, Elvesztését nem tudom feldolgozni, de, de mi, mi fordítottunk néhány görög tragédiát. És ezeket mindig, Jánosnak mindig az volt a, 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 a hozzáállása, hogy, hogy amikor egy színház fölkért minket, hogy ezt csináljuk természetesen, de, de felkérésre. Tehát, és így a, a trakhiszínéktől kezdve az oresz sok mindent fordítottunk együtt, és, 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 mindig, és a színházakban ennek, ennek hát volt, volt sikere, ezek jók voltak. Egyetlen egy kivétel volt, az oidipusz király. Én egyszer fölírtam a Jánost, és mondtam neki, hogy az oidipusz királyt csináljuk meg, mert nekem ez régi gondolatom, hogy, hogy a, a, a Babics szöveggel kellene valamit kezdeni, hogy közelebb hozzuk a, a, a mához, meg egyáltalán közelebb hozzuk ahhoz, ami, ami tényleg benne van a Sophocles szövegben, hogy a megértést segítsük. Uh, és nagyon, nagyon, nagyon óckorodott a János, hogy hát nem, hát hol a megrendelő, tehát melyik színház fogja ezt bemutatni, és én botor módon azt mondtam neki ennek, most már 5 négy, mi van, most 20, igen, öt éve mondtam neki, hogy ne hát a biztos, hát, atyát, hogy új király, amit a térei fordít, tehát ez egy kizárt dolog, az biztos, hogy ezt arra le fognak csapni. Hát János úri emberségét mutatta, hogy mind a mai napig nem, nem kérte senki nem mutatták be a mi fordításunkban az Oitipus királyt, de ez neki soha nem, soha nem mondta, soha nem tesz szemrehányást nekem azért, mert egy ez tényleg egy jó fordítás lett. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy jó szöveg, és hát én sem tudom egyébként, hogy miért nem jár. Miért nem jár de talán nem is kell, hogy mindegy, szoli, szóval biztos, hogy ez így rendben van. És a, vissza a szöveghez, hogy Oedipus a pap könyörgését végighallgatva megnyugtatóan szólal meg, hogy fiúk, semmi gond, szerencsétlen fiúk, számomra nem titok, milyen kint panaszoltok, gondoskodni fog. És, és a, 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 hogy hogyan tudja Oedipus megmenteni a városát, erre már is megvan a megoldás. Vagyis íme a jó király, aki természetesen a nem szorul, külön figyelmeztetésre, hogy amikor baj van a városban, amikor járvány sújtja a várost, akkor ő már sokkal előbbre jár gondolkodásban és tettekben, mint amit a közösség egyáltalán tőle elvárna vagy, vagy figyelmeztetné. És azt mondja a 68. sortól, gyógymódra leltem szívós vizsgálat után és alkalmaztam. Menoikeusz fiat, kreont, Folybosz Pűthói jósdájába küldtem el, hogy sógorom megtudak, hogy mit tegyünk, és milyen szó menti meg a vésztől városom. Letelt napok növesztik akkodalmamat, hogy mit csinál vajon. A megbeszélt időt régen túllépte, késik tapintatlanul. Ha itt lesz, akkor már gonosz volnék, ha nem tennék meg mindent, amit az Isten akar. Na most itt több gond van ezzel a szövegrészsel. Hogy egyrészt az magában nagyon megnyugtató, hogy, hogy, hogy Oedipus gyógymódot lelt. Tehát őt meg tudja, tudja a megoldást, megvan. És mi a gyógymód, amit alkalmazott? Hogy Creont elküldte Delfoiba. Hát egy. Kisoda Creon, És végre megérkeztünk a, 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 a címadó szereplőnkhöz. Creon Oidipus feleségének, Jokasztének a fívére, vagyis Sógora. Most ez persze, mint a végére ide, ez bonyolultabb, én ezt nem is merek belegondolni, hogy hogyan kéne nevezni, nem is tudom pontosan, hiszen az anyjának testvére és egyúttal Sógora. De egy biztos, hogy közvetlen családtag, aki, aki Oidipus legfőbb bizalmasa. És mi ez a gyógy, mi ez a kitűnő gyógymód, amit talált? Oidipus, hogy elküldte őt Delfolyba, hogy megkérdezze a, a Apollón jóstáját, hogy mit kell csinálni. Azért, hogy a, 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 dögvész megszűnjön, a járvány megszűnjön. Ez az első állítás. Második, hogy még nincs itthon pedig, pedig már itt kéne lennie. Letelt napok növesztik aggodalmamat, hogy mit csinál, vajon a megbeszélt időt régen túllépte, késik tapintatlanul. Na most, ha egy tragédiában, egy jó tragédiában a három sort szentel valaki egy, egy, kérdésnek, és azt kérdésként teszi fel, akkor ott egész biztos, hogy erre vissza kell térni. Nincsenek felesleges szavak, mondatok egy jó szövegben. azt hiszem, nem árulok el titkot, vagy ha igen, akkor is le kell lőnöm ezt a poént, itt, hogy soha senki nem fogja megkérdezni Kreont, hogy miért késett. Hello. Pedig késik. Pésik, azt, azt, azt látjuk, illetve a, 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 a halljuk, hogy, 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 ezek szerint Kreón a, a, a jól kiszámítható a, a, a Tébáj Delfoly oda-vissza út, ut, valahogy, valahogy, hosszabb idejre, ideig teszi meg, mint ami normális lenne. Um, és ki, is, ki, ki igen, akkor inkább most mondom el rögtön, hogy ez, ez hiba. Tehát, hogy amikor, amikor, majd rögtön meg fog jelenni, Kreon, mindjárt előttünk lesz, Kreon itt le megérkezik, és Oedipus nem teszi fölni ki a kérdés, hogy hol voltál? Miért késtél? És ugyanez lesz a helyzet még több szereplővel. Tejresziász, a jós, akit szintén magához fog kéretni Oidipus, ő is késik a És majd a pásztor, aki jön, ő, akit szintén magához hivat, az is késik. És mindegyiken külön hangsúly van a szövegben, és soha, soha rá nem kérdez Oidipus arra, hogy miért késtetek. Vagyis Sophocles ilyen nagyon finoman jelzi, hogy itt a királyi tekintéllyel, mintha valami kis baj, ettől az oidipusztól lehet késni, következmények nélkül. Abszolút apróság, részletkérdés, tényleg nem kellene, de egy jó rendezés például ezzel biztos, hogy tudna valamit kezdeni. Hogy itt notórius késők vannak oidipusz előtt, és ez azért, azért nem jó. Kettő. Delfoly. A delfoly jósta. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és nagyon, de nagyon-nagyon izgalmas, hogy mikor kinek miért kell a Delfoi Józdához fordul, fordulnia. A részleteket most, részletekben most nem belemenve, a fő szabály az, hogy amikor egy város nagyon nagy bajban van, megoldhatatlan, sors döntő pillanathoz érkezik, tehát ha háborúba keveredik, vagy dögvész tör ki, akkor a királynak kell elmennie Delfolyba, és a Jósdát megkérdeznie. Mert egyébként, és ez, ez is az iridete, egyébként a király helye mindig otthon van. Ez a mitikus és archaikus kori és az irodalomból levonható tanulság és tudnivaló. A királyok nem, utazgat, nem utazgatnak. A király azzal látja el funkcióját, felelősségét, azzal teljesíti be ki, hogy, hogy otthon van. Ez alól, ennek, ennek, ha egy király elutazik otthon abból mindig botrány van az soha nem fogja meg ugyanúgy találni otthonát, ahogy, ezt, ahogy azt elhagyta. Hát, Tessenek gondolni csak a, a trójai háborúra. Ez az alap, ala, alaptörténet ehhez. Hát kinek a városa marad épségben azok közül, akik elmennek trújai, a trójai háborúk, a szegény görögök közül. Hát Odüsszeusz az egyik legjobb példa, de hát Agamemnonnak sem, vagy Menelaosznak. ezek nem, nem utazgatunk. Na, a király, király otthon van, akkor, akkor van csak rend. E és akkor miért nem, tehát a kérdés, miért nem Oedipus ment Delfolyba? Miért küldte maga helyett Kreont? És hogy ez nem, az, nem, nem, egy, nem, egy, túlzó olvasói vagy filológus kérdés, az, hát azt éppen maga a történet, és a most felidézendő történet fogja bizonyítani, hogy hát az előző király, Lájosz, mit is csinált? Tehát a, a, hogy került arra a, a szerencsétlen a hármas kereszt útra, hogy elindult otthonról, és ahogy majd mindjárt látni, hogy Jóslatért ment. Miért is ment Jóslatért annak idején, Lájos? Azért, mert pusztító dögvész volt a városban, a Sphinx. Hát sajnálatos módon nem jutott Delfoig, de hát ezen majd, majd, majd még fogunk csodálkozni. De ő Király létére, igenis elment el, elindulsz Delfolyba. Kértem én, Oidipus, aki jó király, miért nem megy most Delfolyba? Nagyon-nagyon sok-sok éven betellett, amíg rájöttem a válaszra, de, de ezt önöknek elmondom, miért ne. Ugyanis az történik itt, és azt hiszem, hogy ez Szofoklésznél ezen van, tényleg van hangsúly, hogy, hogy az egyetlen ember. Ez egész, az egész görögségben, aki, aki, megteheti ezt, hogy király létére nem teljesíti eme kötelességét, király kötelességét, az Oedipus. Hát azért, mert ő már járt egyszer Delfoiban, Még ifjú emberként, 18 évesen, és föltette a kérdést a jóstának, hogy ki is vagyok én. Ki, és ahogy mondja majd, hogy e kérdésben engem nem méltatott válaszra, de azt mondta, hogy, és mondta ezt a két szörnyűséget, hogy megölöd a párdot, feleségül, mire ő ezt nem tette meg, és 16 éve boldogan él. Van egy szép családja, de szép felesége, négy gyerekkel, a megöltő bárkit is, akint az apját, mindenféle embert megölt, de az apját biztosan nem. Vagyis a, a, a lényeg ebből az, hogy Oidipusz abban a biztos tudatban van, és joggal az elmúlt 16 év a bizonyíték erre, hogy ő semmi rosszat nem tett. Vagyis ő tudja, hogy delfoly hülyeségeket beszél. Tehát ő az egyetlen, akinek joga és életével igazolt joga van arra, hogy azt gondolja, hogy Delfoly nem valódi jósta. Tehát, De hogy Delfoly, már pedig, ha ezt ő joggal hiszi, akkor egyszerűen nem is hagyhatja el városát, amikor városa bajban van. De hát természetesen, hát hogy mondjam, piárokokból azt azért nem lehet megtenni, de elfolyt kihagyjuk ebből a történetből. Tehát elküldök valakit, kit küldök el, természetesen a legfőbb bizalmasamat legjobb, legfőbb hívemet, Crehont, hát majd ő, 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 ellátja Remélem, hogy ez, ez, ez érthető, hogy, hogy, hogy Oedipus egyszerűen, mint jó király, nem teheti meg azt, hogy elmenjen delfolyva ebben a, ebben a helyzetben. És ez nagyon, nagyon fontos, hogy ez ez az adott, a történetben, tehát a, a szofoklézi cselekményben, az adott pillanatban egyszerűen ez az, ami jogos és ami kell, amit tenni kellett. Ha, az már egy további kérdés, csak azért, hogy a tébolyt ö, ö, növeljem, és mert hogy erre úgysem lesz időnk ma, pedig megérne néhány szót, a tejresziász hogy az egész, az egész Delfoy történet valahol nagyon-nagyon gyanús. Hogy hát ugye Teiresziász, a Jós, Apollón Jósa. Ott lakik a városban. Na most, ha van hely Görögországban, vagy a görög mitológiában, Ahonnan nem kell elmenni delfolyba azért, hogy megtudják, mit akar az Isten, hát az tébaj, hiszen ott lakik az Isten, az Isten papja. Vagyis, amikor megkérdezi majd teljre sziaszt is, Oidipus, akkor mi van? Hogy van ez? Most akkor ki bennem bízik? Delfolyban, vagy a Kreón által hozott Delfoi vagy, 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 vagy a, kettő, a kettő, együtt mi, mi, szükség van? Megerősíteni? Vagy, vagy, vagy de ez sem, erről, erről se beszél senki a, a, a cselekmény során, pedig hát borzasztó fontos lesz ez majd, hogy vajon, amit majd Tejresziász, a jós fog mondani Oidipusznak, abban mennyi lesz a jóslat. A, annélkül, hogy bemehet, belemehetnénk a részletekbe, hat mondjam, hogy semennyi. De ez, 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 megint nagyon messzire vezetne. Tehát ott tartunk, hogy, hogy Oidipus várja Kreont nagyon, és aggódik, hogy mi történt, sőt bosszankodik, és itt nagyon Já, téreinek a szóválasztása megbeszélt időt régen túl te késik tapintatlanul zenzációs euh, a talánás, mert ebben benne van az, hogy oedipus azért ezen kicsit, kicsit úgy, úgy, úgy ki van akadva. A, és a pap szó, mondja, időben szóltál, mert ebben a percben éppen jelzi, errefelé tart kreón. De most ez pedig egy nagyon színházi kérdés, hogy euh, hogyha euh, egy olyan jelenetnek vagyunk a tanúi, ahol valakire várnak és végre az illető megjelenik, akkor ennek az elkövetkező életnek ki lesz a főszereplője, vagyis ki áll a figyelem középpontjában, gondolom evidens a válasz, hogy természetesen az, aki most megjelenik. Tehát Creon, amikor fellép itt a 80. sornál, akkor, akkor kétségtelenül ő, és nem a király, nem Oidipus lesz a jelenet középpontjában. És ezzel semmi baj nincs, hiszen ő az, aki új híreket, új információkat fog mindjárt hozni, ráadásul Delfolyból, az Istentől. Oidipus föl is kiállt, uram, Apollon bárcsak mentő jóslatot hozna, a boldogságtól sugárzik szeme mi a pap, úgy tűnik tényleg boldog. Nem jönne amúgy kicsit, a babérkoszorúval ékesen a babérkoszorú, az fontos, az azt jelenti, hogyha valaki jósdából jön, és babérkoszorú van a fején, az azt jelenti, hogy sikeres volt a jóslatkérés. Ez lesz majd Euripides Hippolytoszában, ott Tézeusz érkezik majd így, és ott is jelentősége lesz ennek, hogy már jó messziről lássék, hogy én, én sikeres voltam. Szóval én elmentem Delfa, és nagyon megvannak. Nem tudjuk, mi még milyen híreket, de hogy a jóslat kére és sikerrel járt, vagyis kapott, kaptam jóslatot, az, az nagyon fontos. És oly dípus, hogy rögtön meg tudjuk már a hangját hallani, drága sógor, uram, menoikeus, fia, az Istenektől milyen hírt hoztál nekünk? Döntő kérdés. Vagyis itt áttérünk arra a tipikus jelenetre, a görög tragédiában, amikor valaki, egy hírhozó megjelenik. A hírhozó, a hírnök, lehet légyen szó egyszerű hétköznapi hírnökről, vagy jósdából megjövő szeméről, toposz jelenetként azt, csinál, azt kell csinálni, hogy a kérdésre, hogy milyen hírt hoztál, megáll, és szó szerinti idézetként tehát egyenes idézetként szó szerint be kell számolnia a kapott jóslatról. Ugye ez érthető, mert a jóslat minden szava Fontos, amúgy is elég homályos szokott lenni. Én előkészítettem négy vagy öt Delfoi jóslatot, hogy halljuk, hogy hogy is hangzik egy, egy Delfoi jóslat, de hát arra biztos nem lesz időnk, ha, ha netán mégis akkor majd Hérodatosztból idézni fogom a Kreuzosz jóslatokat, azok gyönyörűek, mert pontosan mutatják, hogy milyen az, amikor egy jóslatról szabályosan értesítést kapunk. Tehát a kérdés az volt: Az Istenektől milyen hírt hoztál nekünk? Mire kell, jót. Mert azt mondom, bal szerencse, és fordulhat jóra, vehet kedvező irányt. Na most eh, itt azért elhülve né 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 nézünk, kapom fel a fejemet, eh, mert nem ez volt a kérdés. Tehát eh, azt, hogy milyen, milyen, milyen Istenek, milyen hírt hoztál nekünk, eh, ez a költői megfogalmazása annak, hogy mondd a jóslatot. Erre azt válaszolja, jót, eh, hát. Eh, legalábbis meghökkentő. És ezt követi, ez egyetlen szó, és követi másfél sor, mert azt mondom, balszerencse is fordulhat jóra, vehet kedvező irány. Na most ez olyan lapos általánosság, hogyha bele tudunk gondolni, amit bárki bármilyen szituációban elmondhatna, tehát ezt most a villamos megállóban is a szomszédunk, a, a, a velünk várakozónak azt lehet mondani, hogy a bal fordulhat jóra, vehet kedvező irányt, és boldog lesz az illető, mert ez igaz. Persze, ez bármikor, de hát itt most egy kiélezett élethelyzetben jóslatot kéne Creonnak ismertetni pontosan, hogy ez föltűnt Oedipusnak, az biztos, mert rögtön azt mondja, de mi az üzenet? Nem bízom el magam, de nem is félek, hallgatva bevezetőd. Vagyis most már kicsit konkrétabban mondja, hogy na jó, 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 értem, de mi az üzenet? Vagyis mondd már el, mire Kreón, ha tanúk színe előtt kívánsz hallani, részemről rendben, akár be is mehetünk. E, ez már nagyon rossz, ez már nagyon csúnya. Egy ilyen mondatot mondani, ugye ott van a kar, az előbb még oly elkeseredett kar, és ott vagyunk mi bocsánat, de hát azért mi is ott ülünk a színházban, és a, ugye a, a színházban általános és, és szabály, hogy a cselekményből, amit őt nekünk nézőnek kell mindig a legtöbbet tudnia vagyis nekem azúrban kell lennem azzal, ami történik, ezt mondani, hogy, hogy ha tanúk színe, színe előtt kívánsz rész részemre, akár be is mehetünk, ez nagyon-nagyon, ez egy annyira rossz mondat, mert ugye erre mit lehet válaszolni? Ha Oidipus azt mondja, hogy na jó, menjünk be, az a hírekkel való manipulálásnak a, a, a meleg ágya. Ha, ha, ha ezt, 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 ezt a jó király nem mondhatja semmiképpen, nem Sem, így is lesz, hogy azt mondja, hogy beszélj mindenkihez, mert népemért több gyászt kint viselek, mint saját lelkemért. És ez így van rendjén, de azért a levegőben ott marad higgyék, az a levegőben ott marad, az ezek szerint ezzel az oidipusszal lehet, tehát, vagy lehet, vagy nem tudom, lehet trafikálni így a kommunikációs szinten, és, és akkor menjünk be, és akkor, és akkor, majd, majd utána kijövünk, és kis sajtótájékoztató, és de, hogy, hogy tehát, hogy a hírekkel manipulálni, ezt ajánlja föl Creon. A jó király oidipusznak, akik természetesen kapásból visszautasítja, de azért ez még mindig, még mindig nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy mit, mit mi történt el folyban. És akkor Creon végre elkezdi, 95. sornál, mit hallottam az Istentől, ismertetem. Folybosz világosan parancsolja, Uram, hogy a fertőzetet, amit táplál a Föld, ne kúráljuk, erővel távolítsuk el. Ez nagyon jól hangzik, de ha belegondolunk, ugye ez a trükk részni, szóval hogy az né, tehát nem, nincs idő belegondolni. Én belegondolhatok, mert van néhány évem, hogy ezt a, néhány sor, ezeket a sorokat olvasgassam. És néhány év alatt rájövök, hogy, hogy mi a baj ezzel. De hát a színházban, ahol ülök és ezt hallom, hát olyan hú, de szépen mondta, hát igen, folybosz, világosan, parancsol, folybos, fertőzet, ne kúrálj, erővel távolítsuk el, de igen, de ha belegondolunk, hát bocsánat, miért ment, milyen kérdéssel kellett Kreónnak ban mennie, hogy figyelj, Apollón, a városban dögvész van, mit csináljunk. Erre mi a válasz? Ezek szerint, ha hihetünk Kreónnak, figyeljetek, tévajak, a városokban, városotokban dögvész van, ne hagyjátok. Hát köszönöm. Ez azért, hogy mondjam, elég nehéz fejűnek tűnik Kreon beszámolója szerint Apollón, ha azt bírta válaszolni erre a kérdésre, hogy mit csináljunk a dögvészsel. Fertőzetet táplál a föld, ne, ne kúráljuk tovább, erővel távolítsátok el. Hát ez nagyszerű. Vagyis, bocsánat, azért ennyit már állapítsunk meg ezen a ponton, hogy ezt biztos nem mondta Apollón. Most arra nem akarok ítérni, hogy még csak nem is egyenes idézetként mondja Creon ezt az úgynevezett jóslatot, hanem ismerteti. Én ehhez ragaszkodtam, amikor Jánosra fordítottuk a szöveget, hogy egy olyan igét találjon nekem, ami nem az isteni ige, az isteni kinyilatkoztatás továbbadását jelenti, hanem tényleg, mintha egy sajtótájékoztatón valamit hivatalosan el akarok mondani, és találok rá egy szót. Mire Oidibusz kérdése, gondolom ugyanott tart, ahol mi, tartunk most még. De, hát hogy tisztítsuk ki? Mi is a ez? Hát mert ez volt a kérdés. Hát, pontosan ezzel a kérdéssel kellett Kreont Delfolyba küldenie. Most kéne válaszolnia. Mire Kreon? Száműznünk kell egy embert, vagy föloldani öléssel az ölést, vérbűn okoz ragályt. Most ez már valami, valami lenne, de hát, hogy mondjam, én a jóslatot kérdeztem. A jóslat pedig azt kellene, összevágom a bokám, Apollón azt üzeni, hogy, és, és, mondani szó szerint. De mi az, hogy száműznünk kell egy embert, vagy föloldani öléssel az ölést, vérbűn okoz ragályt. Mire Ovidibus, de milyen férfi sorsára céloznak így? Nekünk, király, Lájosz volt a vezetőnk, mielőtt te vetted át az irányítást. Na, bocsánat, ezt azért talán csak nem mondta Apollón. Szóval, hogy kell ezt elképzelni? E, és ez a kreóni megoldás, ez Szofoklész művészete, hogy észrevétlenül átsiklunk a, a, a már, már itt feledésbe menő jóslatismertetésből, vagy jóslatismertetés helyett kapunk egy történelemórát, Tébáj Remrégi történetéről, vagyis kreón elkezdi Oidipusnak elmondani, elmesélni kérdez felelek formában. és ez nagyon 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 hogy egy jóslatot nem lehet kérdez felelek formájában megkapni. Itt pedig ez történik. Tehát kérdez felelek formában fogja Kreon elmondani, hogy mi történt Lajossal, Mi történt az előző királlyal? És hogy ez volt a vérbűn? Na most, és hogy ezért kell bosszút állni, most ez csak annyit szeretnék előzetesen, vagy most rögtön mondani, hogy, hogy egy ö, istensértés, tehát amikor valaki bűnt követ el, akkor, és ez különösen igaz Apollonra, akkor az Isten azonnal reagál. Tehát a büntetés nem, nem... tessék az Iliász első énekére gondolni, az elejére. Apollón papja batyog a tengerparton, és, és, és motyog maga elé, hogy Apollón büntest meg Agamemnont meg a görögöket, mert bántottak engem, hogy miért, az most mindegy teljesen nekünk. És Apollón jön, és elkezdi gyilkolni a, a, a görög sereg lovait, meg kutyáit, aztán az embereket is, de, de, de nem vár 16 évet. Tehát olyan nincs, hogy egy Istent, Apollont megsért valaki 16 évvel ezelőtt, mert, mert azt mondja, hogy meggyilkoltak valakit, vagy szóval lájozt. De, de azt sem mondta, hogy, hogy, hogy Lajos. Honnan tudom, hogy egyáltalán lájos? Ezt Kreó mondja, hogy nekünk király lájos volt a vezetőnk, mielőtt te vetted át az irányítást. Hallottam róla, nem láttam személyesen. És hát ez, amit én úgy szoktam nevezni, hogy Oedipus naivitása hogy kap egy új információt, akkor ő a nagy rejtéfejtő, aki a Sphinx rejtvényét is megfejtette, hát azonnal ráharap. Hogy igen, de igen, hallottam róla, de nem láttam szerint. Mivel meghalt, úgy szól, ezért a bölcs parancs. Vagyis ki mondja azt, hogy Laios miatt kellene valamit csinálni? Hát Creon. Hogy vérbosszút kell állni a gyilkosai. De hol vannak azok, kérdezi Oedipus. Hol lelhető ma föl a régi büntény elmosódó vérnyoma? Megint egy apróság, erről se lesz időnk beszélni. Az egyes szám többes szám. Tehát a gyilkosain, a, 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 a gyilkosok majd lesz még. Tehát és itt, mint majd, mint majd, a szövegből látszik, ezzel nagyon tudatosan játszik majd Kreón, hogy hol egyes számban, hogy többes számban, teljesen összezavaró a, hiszen hát hány, hány ember ölte meg annál a bizonyos hármas kereszt útnál Lájoszt és kíséretét, az egyet összekeverni a többel, hát nagyon nehéz. És dipusz, hogy hol vannak azok, hol le lehető fel a régi büntényen, mire Creon azt állította itt, aki keres találás, amivel nem törődnek, annak nyomavész, Megint a közhely. Az azt állította itt, ez, ennek az alanya nyilván Apollón. Na de, bár bocsánat, azért ez elég tiszteletlen ilyet mondani, azt állította. Tehát egy Isten nem állít, az Isten kinyilatkoztat, vagy jósol, vagy valamit sem. Ez az azt állította, mint hogyha Creón egy kávéházi asztalnál elbeszélgetett volna Apollónnal, és hát erre került a sor, és ő azt képzelt, azt állította, hogy itt van egy gyilkos. És hozzáteszi ezt a csodálatos mondatot, hogy aki keres, talál, és amivel nem törődnek, annak nyomavész. Hát ezt igen, megint villamos megálló ö, szomszédom, ezt mondom neki, biztos, el fogja ismerni, hogy igazam van. Aki keres, talán, aki nem, hát az, amivel nem törődnek, annak ez biztosan így van. Mire Oedipus, itt történt a házban, vagy idegen mezőn, hogy lány, az gyilkosság áldozata lett, szegény Oedipus. Elkezdett nyomozni, és innen nincs megállás. Oedipus, amikor, amikor, amikor a rejtét, megkapja, akkor, akkor, a végére fog járni. És ez már a nyomozás. És Kreon pedig mondja, azt állította, messzire megy jóslatért, de otthonába vissza sosem érkezett. É, vagyis most már elfelejtettük Apollont, elfelejtettük Delfoit. most lájosról beszélünk, aki azt állította, messzire megy jóslatért. Ugye emlékszünk, ez volt nyilván a Sphinx. Mire, hogy nem látta senki hírvívő, hogy utélekás, ki információval szolgálhat nekünk? Vagyis volt-e tanú, volt-e szemtanú a, a, a gyilkosságnak, volt-e mire kreón? Mind meghalt, csak egy nem, ki elszaladt félelmében, és csak egyben biztos teljesen. Én nekem, amikor, amikor, amikor megértettem ezt a mondatot, na itt, itt esett le a tantusz, hogy ezzel a kreónnal nagyon nagy bajok vannak. Tessék figyelni még egyszer, Mind meghalt, pont, csak egy nem, ki elszaladt félelmében, és csak egyben biztos teljesen. Színház. Gondoljunk bele ebbe a jelenetbe, hogyha fölteszi a kérdést, Oidipusz, nem látta senki hírvívői uditás, ki információval szolgálhatnak, vagyis, vagyis Mohón Mohón azt, a, 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 azt kérdezi, hogy van-e túlélő, volt-e túlélő, vagy van-e szemtanú, mire Kreon Creon válasza, mind meghalt. Csak egy nem, aki elszaladt. Vagyis értjük, hogy mi történhet egy, egy, értő, azt gondolom, hogy szöveget jól értő rendezés esetében. A mind meghalt után szünet. Hát, hogyha, mert mit jelent az, ha mind meghalt? Azt jelenti, hogy vége a nyomozásnak. Tehát Oedipus reménytelen helyzetbe kerülne. És értjük azt is, ugye, hogy ez nagyon nem mindegy, és nem lehet összetéveszteni, most vagy meghalt mind, vagy nem. De fogalmazhatott volna úgy is Creon természetesen, hogy egy kivételével mind meghalt. De ő nem ezt mondja. Ő ezt mondja, és ezt térei fordításával nagyon. Mind meghalt, csak egy nem. Na most, ha ez a hatásszünet megvan, akkor érthető, hogy Creon manipulál. Creon játszik. Creon pontosan tudja, hogy ki ez az oidipusz. Hogy oidipusz, hogyha, hogyha elindítják, ezen az úton, hogy keresse meg a gyilkost. Tehát csináljon valamit ezzel a 16 évvel ezelőtti gyilkossággal, akkor ezen végig fog menni. És Kreon ezt akarja. Hogy miért, hát kétségbe esetten látom az, az órát, hogy na jó, mindegy, hát ha. Elszaladt egy, egyben biztos teljesen. És ojdékuszban felébred a remény. Nos, egy világos tény, sok más nyitja lesz, ha van benned, elszárs meg egy csöpnyi, is, mire kreon. Rablók ütöttek rajta, mondja, és nem egy csapás zúdult rá, de ütések. Tehát van egy túlélőnk, aki ezek szerint vissza futott, eljutott tébájba, és ezek, ha jól, ha jól értjük Creon, szóval azt mondta, hogy rablók támadtak meg minket. Na most az az egyetlen túlélő, ez a bizonyos pásztor, aki majd a, a cselekmény harmadik harmadában elő fog kerülni, e, hát ugye ő tudja, hogy hát, hogy nyilván nem azt, nem tudom, mindegy, ezt mondja Kreon, higgyünk neki, hogy azt mondta ez a túlélő, hogy rablók voltak, biztos, hogy nem hangzik egyébként jól, hogy egyetlen ember megölt mindannyi, mindet fölöttünk, nem jó, mindegy, hát ez szóval, de jó, ez rab megint nem stimmel. rablók ütöttek rajta, és nem egy, és nem egy csapás zúdult Oidipusz. Rabló, ha nem itt bérelte föl valaki a vakmörősére, hogy vállalkozhatott? És már gondolkodik, már tovább gondolja, tehát azt, ő itt egyes számban beszélni, tehát, hogy Rabló, ha nem itt, rögtön Oidipuszban fölmerül, hogy hát hogyan történhetett meg egy királygyilkosság? Egy királygyilkosságot azt nyilvánvalóan azt meg kellett tervezni. Tehát itt, hogy csak nem valami összeesküvés volt itt Lájosz ellen, mire Kreon válasz. A gyanú felmerült, de hogy meghalt Lájosz, nem volt megfejtő egy sem annyi volt a gond. Finom, apró szélezás. Ez a gyanú felmerült, jó, ugye, hát mert ez egy volt, de hogy meghalt ez nem volt megfejtő egy sem. vagyis, hát igen, te vagy a nagy megfejtő. A rejtvények megfejtője, hát akkor persze nem voltál itt, de majd most. A megfejtő az maga Oidipus természetesen. És oidipusz tovább gondolkodik, és azt mondja, mit átolhatta meg, mikor a hatalom széthult, hogy megindítsátok a nyomozást. Kreón, a ravaszdalú szfinx rá, lábunk elé nézzünk, homályos zugba nem pillantva be de hát gondoljuk meg, azért ez is milyen már ez a mondat, vagy ez a párbeszéd rész, hogy Oedipus logikáját teljesen, teljesen tök, tökéletes. Hát hogyha jön, egy, jön egy, 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 egy lihegő, szerencsétlen katona, vagy Lájosz kísérője, és szerte a városban, hogy megölték a királyt, megölték a királyt. Mire, ha hihetünk Kreónnak, hogy a ravaszdalú Sphinx a lábunk elé, nézünk komolyan. Erre, a, 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 a ki, kiáltásra azt mondták neki Tébájban, hogy hát ugye hagyjál már itt a sphinx most mit csináljuk, Jaj, lehet, de hát ez a Sphinx, hát ez borzasztó. De ugye, ha ennél egy picit mélyebbre ásunk, akkor, akkor megint Oidikus Hát teljesen érthető, hogyha meghozzák a király halálhírét, hogy hogy meggyilkolták a királyt. Hát az az első dolga, e, a, a, akinek is. Hát nyilvánvalóan az uralkodónak, hogy hogy hát ki volt a gyilkos. Az új uralkodó az biztos, hogy ki kell derítse, hogy mi történt előttjével. Akinek a helyére most azonnal oda kellett lépnie és el kellett foglalni attól, ki is ez az ki is volt ez az uralkodó, akkor, amikor Lájosz halálhírét hírét meghozták. Ugye a görög városok a mitológiai hagyomány szerint, és, minden tudásunk szerint nem ismerték az interregnum intézményét. Tehát, hogyha Lájosz halálhírét hírét meghozták, abban a percben ki kellett nevezni, meg kellett koronázni, nem tudom, szóval új király kellett Tébályban. És ki lett ekkor a király Tébályban? hát a király, az elhunyt király legközelebbi férfi rokona. Lájosznak és feleségének, Jokaszténak sajnálatos módon nem volt gyermeke, illetve volt, de ezt csak mi tudjuk, na mindegy, ez a bizonyos, hogy nem volt ilyen. Ki az egyetlen szóba jöhető férfi családtag, aki király volt, ezek szerint biztosan tévájban? Kreón, Kreon volt a király. Tehát amikor Oidipus azt kérdezi most, itt és most, hogy mi gátolhatta meg, mikor a hatalom széthult, megindítsátok a nyomozást. Ezt úgy is lehet lefordítani, hogy miért nem nyomoztál akkor? Miért nem indítottál nyomozást, hogy ki is gyilkolta meg Lájoszt? És ez egy nagyon-nagyon jó kérdés nekünk is el kéne gondolkozni ezen persze. És azt hiszem, hogy Kreon meglehetősen indulatosan válaszolja ezt, hogy a ravaszdalú szfinkszvetre a lábunk elé nézünk. Hát mert el kéne számolnia el kéne számolni ezzel, hogy mi is történt, hogy miért nem nyomoztunk mi annak idején, én Kreón király, miért nem nyomoztam Lájosz gyilkosai után. És itt vége, itt vége a prologosznak, mert Oedipus meg fog, ide napfényre hozok mindent, ami volt. Joggal tereli folybosz, és joggal te is minden figyelmünket most a halott felé, stb. és egy, egy ünnepélyes monoló keretében fogja, rá, fogja megígérni, hogy végigmegy a megkezdett úton. És hát azt kell mondanom, hogy, hogy, ez lesz Oedipus, az Oedipus király története. Hogy Oedipus, ahogy egyre mélyebbre ás a múlt eseményeiben, egyre biztosabban fog kiderülni, hogy akit keres, az önmaga. És az egyik szívszorító sajátsága ennek a cselekménynek, ennek a történetnek, hogy oidipusz környezetében mindenki sokkal hamarabb tudja meg, hogy a keresett gyilkos az oidipusz maga, mint oidipusz. Ezt sokan, föl, ezt sokan fölismerték, meg ezt, ez, egy, ez, már, már közhely a szakirodalomban, de én azt gondolom, hogy ezt finomítani kell. Lehet, hogy oidipusz is tudja, Közben is tudja. És mégis, és mégis végigmegy a megkezdett úton. És mindazok, akik rá, akik tudják, hogy Oidipus, akit keres, a gyilkos, az, az ő. Megpróbálják visszafogni, és megpróbálják rávenni, hagyja abba a nyomozást, ne nyomozzon tovább. Elég volt. Jokászté, a kar, de még teljre az is, a, a pásztor. Mindenki azt mondja Oidipusznak, hogy ne csináld. És vajon miért? Miért nem akarják leleplezni, miért nem akarják kimondani, amit már mindenki tud, hogy ezeknek a szörnyű bűnöknek az elkövetője? Az maga Oidipusod. A válasz viszonylag egyszerű. Azért, mert Oidipusz jó király. Jó király, aki a közösséget 16 évi kiváló uralkodással igenis felvirágoztatta. És igenis ő az, aki ennek a városnak az érdekeiért és, és, és jólétéért meg tudott tenni, és meg tud tenni, valószínűleg meg tud tenni mindent. És mégis, Oedipus nem hagyhatja. Van egy csodálatos Rész. Ennek, az, ennek az egésznek egyébként az elemzése, az Oly-Típus király történnek az elemzése, az hát könyvtárakat tölt, tölt meg, de számomra az egyik leg, legtökéletesebb és, és, és legéleslátóbb elemzés az nem klasszika filológustól vagy nem filozófustól, és nem is színházi embertől jön, hanem Kundera. Milán Kundera a lét elviselhetetlen könnyűsége a mérnök, amikor tart már nyugat felé utazik, és megáll egy, egy, egy cseh kisvárba, határváros, és bemegy a kocsmába, és ott elkezdi elemezni a, a haverok előtt az Oidipus királyt. És azt fogja mondani nekik, hogy tudjátok mi a különbség Oidipus és a kommunisták között. Hogy Oidipus tudta azt, hogy egy közösség addig nem kezdhet új életet, nem kezdheti meg a jövő felé vezető utat tisztán, ameddig szembe nem néz a múltjával. És Oidipus végig mert menni ezen az úton, és Oidipus szembe mert nézni mindazokkal a bűnökkel, amelyek őt terhelik, azért, hogy a közösség utáni folytatni tudja egy újrakezdés lehetséges legyen. Ameddig ez nem történik meg, addig, addig a, a, múlt bűneit és titkait egyre mocskosabb módon csak úgy cipeljük magunkkal. És ez egy nagyon, ez az Oedipus királyra nagyon-nagyon na, na, illik. Hogy ez mennyire bonyolult egyébként az az, 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 az királyban a három kreón jelenetben pontosan tetten érhető. Mert ezután az első jelenet után majd az 513. sortól a 869. sorig tartó a második epeiszodionban látjuk újra Kreont, akkor, amikor, amikor Oedipusz már örjöng, mert közben volt a Teiresziász jelenet, amelyre mondom, nem térhetünk ki. A Teiresziász jelenet során, Teiresziász ugye azzal jött, ez, ez csodálatos egyébként, bocsánat, akkor is el kell ezt mondanom, hogyha nem térhetünk ki rá, hogy Teiresziász szintén késve jön, mint mondtam, amikor végre megjelenik, akkor azt mondja Oedipusnak, hogy jó, itt vagyok, azért jöttem, hogy, hogy, hogy engedj haza, tehát én nem mondok semmit vagyis azért jöttem, hogy rám ne számíts. Na most egy, 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 jós, egy, egy jós, aki azzal jön, hogy én nem beszélek, ugye az, az egy fából vaskarika, tehát a jós egyetlen, egyetlen ö, lételeme vagy értelme életének egy közösségben, hogy beszél, hogy azt mondja, amit egyedül ő tud a közösség tagjai közül, mert különleges, nagyon jó kapcsolatok fűzik egy Istenhez, és, és ezt a tudását kutya kötelessége megosztani a várossal, a város vezetőivel. Ezt teljesen sziaszt rögtön azzal kezdődik, na rám, nesz, én egy szót nem fog szólni. Ezen annyira kiborul Oedipus, hogy nagyon-nagyon hogy durva szavakkal fogja illetni, ezt nem, nem bírom megállni. Én ezt akkor értettem meg, hogy mi történik, amikor Babarci László egykori kaposvári oidipusz király színrevitelét láttam, ahol Lukács Andor játszotta oidipuszt, egyébként Polnár Piroska volt Jokászti egészen csodálatos az előadás is az volt, de hát persze ezek az alakítások. Na, ott oidipusz ott Lukács Andor nekiesett a, 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 jósnak, és megverte a nyílt színen, lögdöste, ledöntötte, szitta, és akkor jöttem, hogy hoppá, hát megvan Oidipus bűne. Tehát amikor azt keressük, hogy Szofoklész milyen bűn alapján akarja előttünk a nyílt színen, tehát nem a hírek alapján, és nem a, 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 a cselekmény során kiderülő múltbéli bűnök alapján Oedipus számunkra bűnösnek beállítani, akkor itt van. Egy Isten ihlette hőst, mint amilyen Tejresz ezt nem lehet megverni. Egyébként sem lehet a görög színpad, a tragédia színpadán fizikai bántalmazást mutatni. Na most, amikor Babarci ezt, 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 ezt színe vitte, akkor, akkor egyszerűen azt fejtette meg, hogy ezek mögött a verbális sértések mögött milyen színpadi megoldási lehetőségek vannak. Ü és, 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 ezután, miután Oidikus kellőképpen megbántotta, mint láttuk, akár fizikailag is ez ezt ez háromszor fogja elmondani, de itt még a darab első harmadában, vagy háromszor fogja elmondani, hogy gyilkos te vagy mondja Oedipusnak Ezt Oidipus természetesen nem hiszi el, hanem, hanem arra a következtetésre jut, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan összeesküvődött Kreónnal Tejresziász, hogy, hogy őt, őt a királyi hatalomból. A, na hát ez egy őrület, ez természetesen egy őrület, ez egy hagymázas, borzasztó, hát megőrült szegény, szegény Oedipus. A Kreón majd, a Tejresziász majd el, karddal, és most megjelenik Kreón. Erről csak nagyon-nagyon röviden fogok beszélni, mert egy, egy második Kreón Oidipus összecsapás során, hát Oidipus örjöng előttünk a szemünk láttára, te vagy az, hogy mersz idejönni, van pofád, ekkora nagy pofád, hogy házamhoz gyere, mégpedig úgy, mint leplezetlen gyilkosom és királyságomnak nyilvánvaló tolvaja. Hát ez, ez maga, maga a, a, az eszement kiabálás, Gondol, gondolhatnánk. Én, én, én most bátor leszek, és mivel a végére szeretnék érni az Oidipus király kreon alakjának elemzését, csak föl kérdésként vetem majd föl, hogy tessenek elgondolkozni azon, hogy mi van akkor, ha Oidipus nem őrült meg hanem Oedipus az eddig megtapasztaltak és az eddig megszerzett tudása alapján esetleg tudja azt, hogy mi történt, vagyis hogy itt tényleg őt akarják a hatalomból eltávolítani, és tényleg teljre és Kreón akarja tévát irányítani. Csak egyetlen, itt most csak egyetlen egy szempontot szeretnék felvetni, hogy miért, 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 nem, miért, nem, teljesen el, kizárandó ez, hogy, vagy miért, miért, nem kell feltétlenül abban hinnünk, amiben a szakirodalom 90%-a hisz egyébként, vagy még több is, hogy itt Oidipus elvesztette az eszét. Hogy, hát hogy érezheti magát hiász ebben a városban, Tébájban? Ne felejtjük, a az Apollón jósa. Ott lakik Tébályban. Dolga, munkája, hogy az Apollóni jóslatokat, azokat mindig elmondja a királynak. Na most kérdem én, az elmúlt 16 évben hányszor konzultált Oedipus tejresziásszal. A korábban elmondottak alapján, azt hiszem, hogy teljesen világos a válasz, hogy egyszer se hiszen ha, ha Oedipus okkal és joggal, mint próbáltam érvelni mellette, azt gondolhatja, hogy rá ő tudja, hogy Delfoly nem mond igazat, tehát nem jók, nem érvényesek a Delfoly jóslatok, akkor vajon miért fordult volna ő Apollón Delfoly papjához, az bármilyen ügyben? A, és, és, azt kell mondani, hogy hát igaza volt. Hát a város 16 éve teljesen rendben van, anélkül, hogy bármikor is meg kellett volna szólal, szólítani Tejresziászt. Na de jó ez Tejresziásznak. Szóval Tejresziász hát azért mégiscsak szeretne valamit, valamit, mondani, gondolom én, és ehhez, ehhez bizony a kreón történet, az lehet, hogy hozzátartozik. és ezt meg is mondja Oidékusz, hogy te beszéltél rá, vagy mégsem te, mondja a Kreónnak, hogy muszáj a szentként tisztelt jósért futárt küldenem. És, vagyis, vagyis, látja ezt a Kreón teljesziás érdek azonosságot. és ebben a párbeszédben a Kreón Oidipus párbeszéd itt a második alkalommal. mennyi ideje már annak, hogy Lájosz kérdezi Oidipus? Mi van Lájosszal? Nem, nem értelek kiállt rá Kreon. Eltűnt, halálos támadás, ott teszed kérdezi dípus, homályos múltat kéne átérni. Akkoriban már, már űzte szakmáját a jós, épp ilyen bölcs volt, épp ilyen megbecsült. És akkoriban rólam soha nem beszélt? Nem, legalábbis előtten nem bizony. Nyomoztat, És nem nyomoztatok akkor a gyilkos után? Mire Kreon? De neki láttunk, nem jutottunk semmire. Bocsánat, hát ezt azért már egyszer elmondta, hogy nem nyomoztak. Most meg hirtelen azt mondja, hogy nyomoztak. Szofokrész vagyis hogy Kreón itt bizony ellentmondásba keveredett önmagával, de ez, és ez megint Oidipus, hát én azt gondolom, hogy Oidipus bűne, vagy Oidipus naivitása, hogy nem, nem emlékszik, vagy nem, nem, hozza össze, nem hozza össze ezt a két ellentétes információt. Hát pedig hallottuk, mi is hallottuk, mi nézők, hát csak hát mi, mi biztos, hogy annyira zaklatottak vagyunk ettől a történettől, ettől a, hír, ettől a nagyon-nagyon-nagyon sok minden történik. Miért? Neki láttunk, nem jutottunk semmire. Uh, igen, most itt abba, abba hagyom, mert követke már, mint a, az a, Creon beszél, Creon jelenete, csak annyit, hogy, hogy ezt követi az a bizonyos nagy monológia Creonnak, hogy miért nem akarok én király lenni? miért tévedsz te abban, hogy engem, engem összeesülésre vádolsz? Hát, hát hogy akarhatnék én király lenni? Először gondolod, tehát, hogy kiválasztaná a trónt, ha rettegni kell érte? Hát nem, ha van egységnél is alvás a trón, föl, nem az vagyok, akiknek jobban impan a királynév, mint a király hatalom. Na most ezt nem tudtuk lefordítani, ezt nem lehetett. Tudják, mit jelent a kreón név? Azt jelenti, hogy hatalmas. Azt jelenti, hogy király. Azt jelenti, hogy benne van a nevében. Vagyis, hogy kreón az, a, 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 aki, aki, erős akar lenni. Aki, hát és igen, ennek a csúcsa pár pedig az bizony, hogy a király. És ő mondja azt, hogy nem az vagyok, akinek jobban impán a király, a kreón név, mint a kreóni hatalom, mint bárki jó pont ugyanúgy gondolkodom, békében, stb. És még azt is elmondja itt, hogy Hát én hülye lennék, ha király akarnék lenni. hát Megvan mindenem, sőt, sőt, mindenki engem akar korrumpálni, amikor tőled akar valamit, és viszont nekem nincs semmi felelősség ebben, aztán meg, vagy megcsinálom, vagy nem csinálom meg. És a végén azzal zárja ezt a, a királyság ellenes. Beszédét, Kreón, hogy azt mondja. Bizonyítékkel, hogyha pűthóba megy, vagyis delfolyba megy, kérdez, pontosan adtam át a jóslatot. Ha rajta kapnál, hogy valamit közösen, foszt, fogta, főztem ki a mágussal, dupla szavazat kérjen rám, halált. Most, hát ezt itt eltátom a számot. Ezt mondani, hogy bizonyítékkel, kérdez, pontosan adtam át. Te. Hát nem adtál át a jó, ha milyen jóslatról beszél? Hát hol az a jóslat? Hát nem, ki tudja elmondani, hogy mi volt az a jóslat, amit Kreon hozott Delfajból? Hát az a jóslat, és ez az, amit nem vesz észre Oidipus. Nem veszi észre, hogy nem volt jóslat, és hát virtuóz módon beszél Creon persze, tényleg Delfoira hivatkozni, hát hogy a jóslatot emléksz, hát, tudod, hogy mit, tudod, hogy milyen jóslatot hoztam. és ezzel itt vége ennek a jelenetnek, jön majd Jokaste, és jól leszúrja ezt a két, 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 két kölyköt, akik ott veszekszenek, és, de a lelepezés, ezt csak erősíteni fogja, és eljutunk a az Exodusig, amikor is már túl vagyunk azon, hogy Oidipus a, a pásztor, a korintoszi pásztorral, illetve a tébai pásztorral is találkozott, és ott itt kiderül, hogy a csecsemő, akit annak idején a tébai pásztorra rábízott a királyi pár, hogy pusztítsák el, pusztítsa el, az, azt a, a, a korintosi pásztor magához vette, odaadta a gyermektelen korintosi királyi párnak, az fölnőtt, és íme most itt van ez a gyerek, ez, 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 ez oidipusz. És az eleplezés, ez arra fog vezetni, hogy Oidipus bemegy a palotába, ahova már korábban Némán távozott Jokászté, és ott Jokászté öngyilkos lett. Oedipus pedig kiválít a két szemét. Erről egy, egy, egy csodálatos hírnök beszédben értesülünk. És most kilép a palotából Oidipusz immár vakon szörnyűséges állapotban. Ez is nagyon, nagyon izgalmas és messzevezető kérdés, hogy miért nem lett öngyilkos Oedipus? Tehát miért megvakította magát, és nem a halált választotta? Ez is Oedipus emberi nagyságát mutatja, meggyőződésem szerint, hogy Oedipus igenis öngyilkos, igenis büntet, Oedipus azt a... A, a, azt a részét öli meg, azt a lényének, létének alap elemét pusztítja el, amelyik a, a végzetét okozta, a tudást. A tudáshoz vezető legfontosabb eszközt a szemét, a szem. Oedipus a, a nagy megismerő a, a, a látás segítségével a, a tudást magába szívó ember, amely, a, 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 amely tudása, mint mostanra kiderült, látszat világba repítette őt. A látszat és a valóság. A doxa,. És az alét helye, hogy a filozófiai fogalmakat is idehozzam, az 5. század második felének a két, a, a szofisztikában ö, oly bőven tárgyalt fog, fogalmát is ide vegyük. A látszat és a valóság ütköztetése. Ez az, ami Oidipus számára ö, nem, te, nem teszi túl túlélhetővé ezt az ellentmondást. Ö, vagyis, vagyis a, a, a szemét, amikor elpusztítja, akkor egyúttal arra is figyelmeztet, hogy ha a hamis, a hamis valóságot, vagyis látszatot közvetítő szemeket el kell, el kell pusztítani, és és egyúttal pedig azt is jelenti természetesen, hogy a, a vakság az az, az, az egy másik létállapotot hoz létre. Vagyis a, a, a vakság a lényeglátáshoz hozza közelebb Oidipus, és Oidipus a vaksággal egyúttal megnyeri az isteni létből azt a részt, ami a jóslást jelenti. Ennek lesz köszönhető majd, hogy majd ő fogja elátkozni a két, megátkozni a két fiát immár vakon, hogy, hogy, hogy egymás kezétől essenek el. De most a harmadik Creon fellépést nézzük. Olydipus, tehát a palota előtt a karnak elmondta még egyszer, hogy milyen szörnyűséges helyzetben van, amikor az 1416. sornál megjelenik Creon. Hívásodra a szükségben segíteni, itt van Creon, hogy tanácsokkal lásson el, helyedre lép a Föld egyetlen őreként, vagyis, vagyis Kreon harmadik föllépésekor. Hogy jön? Bizony, Creon király. Hát ő, a, ő, aki, aki mint láttuk, volt már király, majd nagyon-nagyon meggyőző módon kifejtett, hogy ő király ugyan soha hát belőle, aztán nem ő, hát hülye lenne, hogyha ki, de hogy akar. Most íme az Oedipus király című tragédia végére belőle lesz tébály királya. Uh, és csak egy apróságot szeretnék itt megint nagyon színpadi, nagyon színházi kértést a, 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 a jelenettel kapcsolatban föltenni. Honnan jön Kreón? Hát nyilvánvalóan nem a palotából, hát ott egyrészt össz, beleütközött volna a vakonbolyongó oidipuszba, akkor semmi meglepetés nem lenne a találkozásukban. Valamint ebben a palotában az olyan kényelmetlen, most ott fekszik valahol az öngyilkosságot elkövetett jogkászt, szóval Creon valahonnan jön. Igen ám, de milyen? öltözékben jön. Milyen állapotban, hogy a kar már látja táv, ami ahogy közeledik, hogy kiről van szó. Királyi palást. Királyi öltözékben. Vagyis, hogyha a városból jön, vagyis a máshonnan, vagyis a városból jön, Tébájból érkezik a palotához, Kreon. Eh, hogy is kell ezt terkezik? Van egy, van egy legény lakása valahol Tébájban, rendben, oké, okay, ez redáig rendben van. De azért ezek szerint, ha jól értjük, akkor ott tartott egy királyi palástot, hogy mi Fyrállá fel lesz, van. ki tudja, mit hoz a sors, mondhatta, azért legyen itthon a szekrénybe beakasztva egy királyi palást, ez esetleg még jól jöhet, és lám, milyen igaza volt, mert most előttünk áll az Oedipus király végén Creon a király. És Oidipus aggodalmaskodva kérdezi, jaj Isten, jaj nekem mit fog Kreónnak mondani, ébreszthetek bizalmat benne. Azután, hogy nyíltan aljas voltam vele, és gonosz, vagyis hogy mindenféle csúnyasággal megvádolta. Meg. Mire Kreón? Nem kárörvendő gunnyal jöttem Oidipus, és nem hány torgatok föl régi sérelmeket. Ha nem szégyenkeztek az emberek előtt, tiszteljétek legalább fönséges napunk minden tápláló sugarát, és nyílt színen ezt az Isten mocskát ne hagyjátok, akit nem tűr se föld, se szent zápor, se fény. Azonnal kísérjétek be a házba, jó? Csak is családtagoknak szabad látni a családikint, csak nekik szabad hallani. Csodálatos belépő. Csodálatos belépő. Kreón megjelenik, és a szakirodalomban egységesen azt szokták mondani, hogy végre, végre látunk egy, egy, egy jó királyt, aki, aki, képes megbocsátani, képes Oidipuszt sajnálattal és együttérzéssel kezelni, és megvédeni hiszen rögtön azzal kezdő, hogy nem károrvendő gunnyal jöttem én, dipusz és nem hánytorgatok föl régi sérelmeket. Én nekem bennem persze a színikus öregember szólal meg ilyenkor, hogy azért ennél egy fokkal, egy egészen picikét csak az lenne szebb, ha ezt nem mondaná. Tehát ezt a nem kárőrvendő gúnyjal jöttem, Oidipus, hát igen, szóval ezt azért, hát nem, nem akarok én gúnyolódni rajta, Oidipus, és nem hány torgatok föl is, á, de hogy a rég is, nekem nem számítanak, de hogy is, hát igen, most itt vagy, ugye. Szóval ez, ezt, ezt, ezt azért nehéz, nehéz azt gondolom száz százalékosan a, a jó indulat jelének fölfogni. De ha ezt, ebben kételkednének, hogy igazán van a, a folytatás. Azt, hogy nem szégyenkeztek az emberek előtt, tiszteljétek legalább földünk, fölséges napunk, minden tápláló, súlyos, nyílt színen ezt az Isten mocskát, ne hagyjátok, akit nem tűr sem, se, se szenzápol se. ezt a karnak mondja. A karnak mondja Kreon. Vagyis mi történt? Elfordult a vak Oidipusztól, és oda szól a karnak, hogy hát mit csináld, de, de Tűritek, hogy itt ez a, És le Isten mo mocská, mo 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 Isten mocskának nevezi. Na, most, bocsánat, de hát ez az olipusz nem süket, ez vak. Tehát ezt hallja. Na most eh, az Isten király az elején majdnem Isten, Oidipuszt most itt előttünk Isten mocskának nevezni, a, 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 az eredeti szövegben is van, egy, ez, eredeti, ez ami, ami, ugye nem tudunk magyarul tudni, egy semleges nemű mocsok szó szerepel. Vagyis egyszerűen az ember mi voltától fosztja meg Kreón. Itt előttünk a nyílt színen, és, és, és még egyszer ezt hallja, É, hát olyan, biztos, hogy olyan jó indulat ez a kreon oid de, de, bocsánat, vissza az egész, hiszen azt mondja, hogy azonnal kísérjétek be a házba, jó, csak is családtagoknak szabad látni a családiként, ez jó, ez nagyon jó, ez, ez annyira, az, azért mégis rendes ez a kreon, nem hagyja szegény oidipuszt itt kint a szabadban, hanem tényleg a palotában ott legalább vigyáznak rá, meg, meg ellátják, és a családtagok, ez, ez, ez jó, és ez, ez tényleg. A könnyekig megszoktunk hatódni, még mi filológusok is, hogy, hogy ez, ez, mennyire jó, 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 ember ez a, ez a kreón. De azért nézzük egy picit tovább, hogy Oidipus erre azt, mondja, az égre, ha már jó vagy, reményen felül, és hozzám legalább az első, sietsz, hallgass rám, miattad szólok, nem magam. És mi ez ragaszkodsz ennyire, hogy megtegyem? Ves a városból nagyon gyorsan, ahol nem vagyok útban, nem lát senki sem. Mondja Oidipus mire Kreón, ide figyelj, kivetlek, de előbb muszáj az Istentől megtudnom, mi a feladat. A, hát erre az már nagyon, erre már tényleg fölkapjuk a fejünket, hiszen mi az, amit Oidipus kér Kreontól, Veski a városból, de nagyon gyorsan, oda, ahol nem vagyok útban, nem lát senki, sem. hát ezt hozta Úgymond, jóslatként, tehát ezt mondta még a, 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 a tragédiánk elején, ezt mondta Creon, nem, hogy Delfoly ezt üzeni, hogy ki kell vetni a gyilkost, száműzni kell a gyilkost a városból. Valamilyen megfogalmazást használt Creon, hogy száműzni a gyilkost. E, Oedipus most ezt kéri, e, mire Creon azt mondja, hogy, de ide figyelj, kivetlek, de előbb muszáj az Istentől megtudnom, mi a föledet. Mi van? Most akkor mit, mit mond itt Kreón? Azt mondja, hogy elmegyek Delfóiba és meg fogom kérdezni, hogy mit kell csinálni lájoz gyilkosával. Na de hát ezt már egyszer elhozta delfolyból ha hihettünk az elején neki. Vagyis hogy kell ezt elképzelni? Most visszamegy delfojba, Creon, és azt fogja mondani, hogy bocsá, nem értettem egész pontosan, mit is mondtál reggel, vagy mi volt ez, amit csinálnom kellene. Megvan a gyilkos képzet, de elfelejtettem. Hogy kell ezt elképzelni? Nem beszélve arról a görög szakrális tényről, hogy ugyanabban a kérdésben nem lehet kétszer az Istent megkérdezni. Kétszer nem lehet, tehát ilyen nincs, de ez ugye ez abszolút logikus is, hát ez nem, nem, nem lehet. És, és, és Oedipus ezt, ezt, meg is mondja, de hiszen napnál világosabb mit akar, mint áldáz apagyilkost elpusztítani. És most figyeljenek Creon mondatára, mondott ilyet. Mégis a helyzetünk olyan, hogy ajánlatos újra érdeklődni fönt. Na most hát ennél, ennél rondább, csak csúnyább mondatot egy Istennek, mondott valami ilyesmit, ja igen, igen, szóval valami hasonlót, valami ilyesmit mondott, mit tudom én, jó visszamegyünk, jó, majd valami történik. Egy nyomorultól érteklődni értelmes kérdezni, hogy akkortól bizalmad az Istenbe veted. És ezzel vége. Mert már csak könyörögni tud, támaszomhoz, hozzádfordulok, fordulok, temesd el őt, aki bent hever. Na most ez, ez, megint olyan dolog, most értik figyelmeztetni Kreont, hogy el kéne temetni a nővérét. Szóval azért milyen lehet ez a Kreon már, hogy milyen, hogy, hogy erre külön figyelmeztetni. És, és könyörög Oidipus, hogy, hogy engedj engem a kit vagy és száműzzél engem, hadd had, had menjek. És itt mondja el a lányaira vonatkozó kérését, és megjelenik Antigone és Iszmini, a két kislány. Hát ezen mindig ezt, ezt, nem pontosan értem ám, hogy itt mit csinál Szofoklész, mert a K K Oudipus ölelgeti egy picit a kislányait, ugye gyerek kutya a színpadon, az biztos hatás mindig, tehát itt a végén még ezt is be kell vetnie Szofoklésznek, ebben nem vagyok olyan biztos, de ez jó, persze természetesen nagyon, nagyon hatásos és nagyon működik. És Oedipus azzal, azzal búcsúzik a, a végén, hogy, hogy mennem kell, mennem kell. Creon, elég volt a könnyeidől, menj be a házba, boldogtalan, mennem kell, de válni nem jó. És ezzel vége Vége a, a tragédiánknak, vagyis ö, ö, tögezzük le a tényeket, hogy mi lesz Tébájjal. Itt van... Oedipus, aki megszűnt királynak lenni, vakon, nyomorultan a palotában fog lakni, ahova Creon most beküldte, és itt van Creon, tébály új királya. Vagyis ő, aki egyáltalán nem akart szavai szerint király lenni, aki, aki megkezdte uralkodását, és, és általános vélemény, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó király, hiszen lám milyen kegyes, milyen, milyen Istenfélő tettel kezdi uralkodását, vagyis megvédi Oidipuszt a száműzetéstől nem olyan kegyetlen, mint ahogy azt az Isten akarta volna, a Delfoi felidéz, jóslatának felidézésével, hanem, hanem, a palotában fogja tartani. Zárásképpen én, 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 csak, én, csak, annyit szeretnék még ehhez mondani, hogy én ezt nem gondolom. Én azt gondolom, hogy ez a palotában tartott oidipusz, a palota óvó védő falai, ez, a legnagyobb büntetés. Ez kreón bosszúja. Mindazért a sértésért, a, amelyet el kellett közben szenvednie Oidipusztól. Ezt arra alapozom, hogy gondoljunk bele, hogy mit jelent a palota, a tébai palota Oidipus életében. Hát ez az a palota, ahol az isteni jóslat ellenére megfogant, hiszen Lájosz és Jokászté azzal a jóslattal bírt, hogy nehogy gyermek szülessen, mert az meg fogja ölni az apját. Ezért, amikor Lájosz brutális módon részegen megerőszakolta Jokásztét, és ebből megfogant Oidipus, és Oidipus megszületett, itt született ebben a palotában, itt ítélték halára a szülei, mert ebben Jokászté is benne volt, Jokászté és Lájosz együtt ítéltek halára a csecsemő ojtipuszt. Itt furták át a bokájait, bokáit a kedves szülei, és bőrszíjat átfűzve rajta összekötözték, hogy nehogy véletlenül reménye lehessen arra, hogy megmeneküljön. Innen vitték ki a pusztulásba. Ez az a palota, ahol, ahol az apja és anyja élt, ahol az apja, az az apa, akit ő aztán később megölt. Ez az a palota, ahol feleségül vette később a saját anyját. Ez az a palota, ahol négy ö, csodálatos szépségű gyermeknek, négy szörny szülöttnek a fogantatása történt, és itt születtek meg, itt élt, ebben a szörnyűséges állapotban, Oidipus egész életében. Ez az a palota, ahol Jokászté öngyilkos lett. És még most is ott fekszik. Ez az a palota, ahol Oidipus megvakította magát. Vagyis azt akarom mondani, hogy ha van hely a világon, ahol Oidipus nem akar lenni, ahonnan, ahonnan mindenképpen szabad, tehát ahova egyáltalán nem szabadna Oidipusznak még csak, még csak a lábát se beteni, az a palota. Erre mondja azt Kreon, parancsolj, parancsolj befáradni, itt biztonságban leszel, itt jó lesznek, itt majd vigy vigyázunk rád, ez a legkifinomultabb és legszörnyűségesebb büntetés, ami Oedipuszt értheti, és hogy a, a, a még ezt meg lehet tetézni azzal, amit Szofok nagyon-nagyon finoman megcsinál az elhallgatással, vagyis nincs időhatára ennek a büntetésnek, hogy meddig kell Oedipusznak ebben a börtön, halál, és átok börtönben lennie, azt nem mondja meg Creon, hanem finoman, udvarosan azt mondja, hogy én vagyok a király, a parancsoljál befáradni a parotába. És az Oidipus kolónoszban szémű tragédi, a Sofoklész tragédiából fogjuk majd megtudni, hogy eljön a pillanat, amikor mindenfajta indoklás nélkül egyébként Creon száműzni fogja Oidipust akkor, amikor, mint ezt a szövegben Oidipus majd mondani fogja ott, már éppen kezdte megszokni ezt a szörnyű állapotot, hogy a tébai palotában kell élnie. Akkor száműzi őt. Úgyhogy Szofoklész azzal az érzéssel hogy itt minket az Oidipus király lezárásaként, hogy elvesztettük Oidipust. Ezt a, ezt a, jó királyt, aki, aki végig mert menni azon az úton, amely a teljes önmegismeréshez vezet, és megalkuvás nélkül szembe mert nézni azzal, a aki volt és aki most. E és ezért el is nyerte Méltó sorsát. E és ott maradunk mi, tépály lakosai, e tébai polgárok, egy kreón ki tudja meddig tartó uralma alatt. É, Szofoklész arra kérdez rá, arra kérdeztet ránk velünk, hogy vajon milyen lesz ez alatt a kreón alatt, tébáj sorsa. Milyen jövő vár erre a városra. Na jó, köszönöm szépen, mára ennyi fért bele, pedig lenne még sok minden, hogyha valakinek kérdése lesz majd, akkor azt mondja nyugodtan. én csak Évát meg Annát látom, de nagy örömmel persze, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Szia Peti, szia téged is látlak. Kérdés nincs, csak köszönet. Hát nagyon szívesen, igazán nincs mit. Köszönöm. Nem hallunk, Peti? Azt mondtam csak, hogy meghozod az ember kedvét rendezni. Örül, 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 Na, annak, annak, viszont nagyon örülök. Nagyon jó darab, is, és nagyon van nagyon, a, 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 ezt a fajta kreont meglátni, meg megrendezni. Egy nagyon becsapós szofoklészt. Tehát, hogyha az ember nem olvassa el tényleg elég, elég figyelmesen a szöveget, hogy ne elemzi, akkor olyan, annyira csábító elhinni azt, hogy ez a, a borzasztó középszer, aki a kreón, És ez a, az, 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 az itt van előttünk. Uh, és, 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 és 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 hogy ez egy egészen kivételes uh, eset a színház történetben és egy, egy alkotó pályáján is, és az én mindig, mindig más esetekben mindig tiltakozom, hogy nehogy véletlenül egyik drámában feltűnő alakot, hogyha az feltűnik egy másik drámában, azt megpróbáljuk az előzőnek az alapján elemezni, vagy átvinni, vagy az értelmezéshez hozzá, semmi köze hozzá. És az a helyzet, hogy mintha Szafoklész a, a, a fennmaradt darabjaiból kiolvashatóan egy, egy kreón alakot építene föl. Egy, aki végigvihető, a végigvihető a, a, a különböző kreón, kreón értelmezésekben. A, én, én a, most már úgyis csak magunkra maradtunk, úgyhogy én szívesen végigmennék ezeken a képeken, amiket, amiket hoztam nektek. A, Ah. Gyuri, csak pont ezt akartam mondani még előttem, hogy ez a kreón azért ahhoz képest, hogy nem is egy ilyen tragikus hős, nagyon sok fontos darabnak gyakorlatilag a főszereplőjévé válik. Teljesen, a teljesen, teljesen igazad van, Anna, és ez azért van, de ez meggyőződésem, hogy azért van, mert, mert, mert benne találja meg azt a, a szerintem nagyon-nagyon veszélyes a e, e, politikus vagy emberfajtát, a, a, aki e, úgy tűnik, úgy tűnik, mint hogyha valami nagyon-nagyon jót tenne a közösséggel, miközben e, a hatalom egyetlen dolog érdekli a hatalom. És a közösség érdekei, vagy a közösség jóléte az sehol nincsen. És ez, ez, ez ennek a veszélyeire... Próbál figyelmeztetni. Az Antigonéban is, itt is, és hát majd a, majd a, a az Oedipus Kolónoszban is, ott is fölfújtön, ott meg egészen, egészen alapári módon lemesztelenedik ez a fajta durva hatalomvágy. Amit itt láttok, az Engrenek a képe, meg a, a Gustav Morónak az Oedipus, ez a 19. század. Uh, annyira szeretem ezeket, a, ahogy, ahogy ilyen, ilyen romantikusan szépen a, a, ezek az alakok a, a Sphinx és Oedipus. Ez a Pasolini, amit annak idején uh, uh, már láttunk. Ez pedig a Jean Marais és a Jean Cocteau, a Cocteau-nak a, a Machine Infernal, uh, illetve az Oedipus, tehát ez az Oedipus. Ez meg a cocteau a rajza uh, ugyanehhez. 1950-es évek, és ezt nem bírtam megállni, ezzel akartam zárni, hogyha erre lett volna idő ezt a múltkoriból. Ez az Antigonénak egy 1922-es párizsi előadása, ami a, a Honegger opera, a Stravinsky, a, és a, a díszlettervezőt úgy hívták, hogy Picasso. A, és a jelmezeket pedig Foko Chanel tervezte. És, és ez a kép, ez a kép maradt fönt róla. Hát fantasztikus. A, a, a meg nézzétek ezeket a, a, a stilizált oszlopokat, ez a szenzációs a, 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 ezekkel a kürtökkel vagy micsodákkal. Annyira bánom, hogy nincs még időgép, hogy hát meg lehetne nézni ezt az előadást. Hogy ezt nem látjuk. No, jó. Na jó, mert akkor legalább ezeket is meg tudtam mutatni. Nagyon köszönöm. Ez még megy a akkor ezt még látták? Vagy lá lá akkor? Jaj, de jó, lesz, köszönöm. Akkor. jó, hogy látják, és szerintem várnak vissza, tehát ezt folytatni lehet, és mindig el jó. kell mondjuk, hogy akkor, amikor majd már nem lesz Strike, Strike TV akkor is lesz. Akkor is lesz. Jó, csak hogyha én, én fogom folytatni, akkor azt fogom kérni a, a, a reménybeli között, akkor most majd olvasni is kell. Most már nem én fogok egyszerűen csak, hanem kiadom az olvasnivalót valóta egyik hétről a másikra, vagy hogy két következő. a következő alkalomra tessék szépen elolvasni, és majd mondom a címet. Megörögül. Hát még azt is meg elindíthatunk egy görög, görög, görög órát, vagy, 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 vagy latin órát. Szóval lehet itt még mindenféle. Nagyon köszönöm. Köszönjük. Egyszer köszönjük a Facebookos nézőknek, nektek, akik itt voltatok, mindannyiatoknak. Köszönöm. Szervusztok, viszlát. Viszlát, sziasztok.